Boldog pénteket, chat, üdvözlök mindenkit, kezdjük meg a... Hát a héten ez csak a második möcöhöcünk, az a nagy harci helyzet, de egyben az utolsó is, hát hétfőn nem voltunk, de sziasztok emberek, üdv mindenkinek, remélem jól vagytok, nyomunk egy jó kis kellemes, chilles pénteki möcöhöcö streamet itt együtt, mi közösen, te, chat, meg én, aztán játszunk egyet, igazából a mai célunk az nem lenne más, mint hogy végezzünk gyakorlatilag. Miért áll meg mostanában a zene? Rá kell nyomnom a következő nótára, hogy tovább menjen, nem tudom miért, whatever. Szóval a mai célunk az mindenképpen az lenne, fiúk, lányok, hogy meglegyen az összes enchant a könyvtár projektünkhöz. Aztán meglátjuk, hogy ez ma össze fog eljönni, hát azért össze kéne, mert amúgy a nagy részét kipipáltuk már szerdán, meglátjuk, hogy alakul. Sziasztok, fiúk, lányok, hello, mindenkinek mindjárt itt a 300. rész. Igen, hogyha amúgy nem marad el rész, most ez hanyadik, az hatodik, igen. 7, 8, 9, akkor az 15-e lesz. Nem a jövő heti hétfői stream, hanem az utána hétfői stream. Betegeskedsz még mindig? Ja, tele vagyok takonnyal, meg kicsit ilyesmi, de kis megfázós téma, nem vészes. Csőval, de kösz a 10 bitet. Ja, nem vészes egyáltalán, szóval igazából túlélem, kicsit így be van dugulva a fülem is, ugye a sok genótól, aztán alakul. Bokám, hogy van? Sokkal jobban, mint volt hónapokkal ezelőtt. Nem is tudom. Szerdán szerintem meséltem, hogy talán kedden futottam vele 1 kilométert egy futópadon az edzésem után megnézni, hogy éppen hogy érzem a bokámat a terhelés alatt. És meglepően kevesebb volt a diszkomfort, mint amit előtte próbáltam 1-2 héttel előtte. Szóval javul, alakul. Egy-két irányba, hogyha még mondjuk megfeszül a bokám, azért az még érzem, és az nagyon fájdalmas amúgy, de szép lassan alakul majd. Szép lassan alakul majd. Vincék, boldog névnapot! GG! Sziaszti! Kezded el, hogy újra elkezdtem a has edzést, és úgy kiáll egy csigolyám, hogy vérzik a hátam attól, hogy földön csinálom a gyakorlatot. Jézusom! Ez ilyen parán hangzik, Timtom. Sziasztok! Mosolygós fej. De mi, rossz a tartásod amúgy azért? Vagy mi miatt lehet ez? Ez nem hangzik jól. Nem hangzik jól. Martin, neked meg köszönöm szépen a 11 hónapodat. Nagyon szépen köszi. Egy hónap hiány, egy év főnök. Egy hónap hiány, egy év Martin. Köszike. Mi a vélemény az Inter idei teljesítményéről? A meccsek 90%-ában élvezett volt nézni amúgy az Intert idén. Nem csak eredményes futballt játszik az Inter ebben a szezonban, hanem szépet is tényleg. Olyan szép támadó focit nyomtak néha egy-két meccsen, hogy csak lehessen, hogy az Inter így ilyen passzokkal focit, miket csinálnak ezek az idióták. Szóval, ja, én teljesen elégedett vagyok, tökre örülök neki, és remélem minden csak feljebb lesz, és nem visszaesés, ahogy az olaszoknál azért sokszor szokott lenni. Megfáztál, papi? Ja, Sube, megfáztam húsvét hétvégén. Kicsit takony, kicsit ilyen gányó, de amúgy semmi probléma. Chelsea Man United vélemény, csak az összefoglalót láttam. Chelsea Man Unitedről az eléggé kaotikus volt, hogy 98. percig, vagy nem is tudom, meddig vezetett a izé. United, vagy 95. nem tudom, végén 2 gyors gól. Komoly meccs lehetett. Basszus, komoly meccs lehetett. Nekem azóta is ég, vörös az alsó szemhéjam, még mindig nem tudom, mitől van. Az allergiára fogom, mert a tüszögök, vörös foltok jelennek meg az öklömön is, de lehet az új kontaktlencsék. Hát, ha vörös foltok jelennek meg a testeden, és akkor az valószínűleg tényleg allergiás reakció, nem? Az lehetséges. Dokihoz menj el, Dani. Dokihoz. Rossz a tartásom, meg a hátamról is eltűnt az izom, és hát... ha nagyon durván elkezdett kiállni egy csigolyám, vágom. Neked is akkor, Timtó, el kéne menned valaki ez, aki ezt
el tudja intézni. Köszi srácok, sziasztok, hello mindenkinek amúgy. Bokámon, mi történt kis tesó? Kis tesó, elmondom neked, decemberben fociztunk és 5 perc alatt ronyra vágtam a bokámat. Külső bok a szalagom részlegesen szakadt. Lucky formáid egy lehetne karrier. Fuha, először próbáljál meg összerakni egy mondatot. Rendesen, tudod. És akkor majd utána beszélünk. Voltam már ortopédián, és azt mondta, ki, hogy erősítsek hátra. Oké. Gyógytornászhoz kéne elmenned szerintem. Én azt ajánlom. Egyik sem volt 10 és még 4 perc hosszabbítás is sok lett volna, nem hogy 8. I don't know, man, Andy, ebben nem foglalok állást, mert mondom, nem láttam sajnos a mérkőzést. 9 plusz 10. és 11-ben kaptak 2-t. Ja, komoly. Komoly. Szemletet kellemes nem is volt. Olyan fájdalmat a lábamban még nem éreztem, mint akkor amúgy. Amikor a bokám. Semmit nem csináltam, csak mentünk a labdára egy másik gyerekkel, és ahogy leléptem, aláfordult a bokám. Ribbozó. Biciklisztékeden 18-20 kilométert? Az nem hangzik rosszul. Az egy szép táv. Mennyi idő alatt nyomsz le annyit, pacal? Szia, Benny! Sziasztok, mivel se YouTube-on, se Netflixen nem találtam semmit, amit nézhetek, ezért jöttem livestreamet nézni. Viccet véletével jó újra látni itt. Jó játékot és szép hétvégét mindenkinek. Viszont neked is örülök, hogy itt vagy, Benny. Köszi. Köszi szépen. Rossz hallgatni is? Ja, nem volt tényleg jó, sajnos. Páros lábbal rúgtál be a gyereknek legalább? Nem, mondom, egy annyira gyártalmatlan szituáció volt, léptem. Fociban szoktak lépni az emberek, érted? Léptem a labda irányába, mert jött magasról, és ahogy léptem, egyszerűen aláfordult a bokám. Ennyi. Érted? Szóval még azt sem tudom mondani, hogy valaki agyonrugott. Nem. Hogyan sérültél le? Léptem egyet. Na jól, akkor tagjaival tartom a kapcsolatot? Persze. Hogyne. Jó barátok vagyunk. Továbbra is. Amikor streamen én miért kapok több csati pontot? Több csati pontot kapsz ilyenkor? Nem tudom. Megtekintési sorozatod miatt? Ó, vannak ilyenek. Premier League bajnoki versenyvélemény? Nem annyira követem a tabellát. Ki vezet? A Pool vezet, vagy a City, vagy melyik vezet most? Hogy állnak? Tényleg nem követem, basszus. Szia, Kricsi, hogy érted, hogy mi történt? Szerdai pedig mit mentem? 65 összesen? Ment 65? Vagy 65 ezer? De az az egy lépés olyan volt, hogy be az a behúrna, ott az, úgy megzavartam az ellenfelet az a lépéssel. 65k, na szép. Liverpool vezet? Szép. Bizár McKenny már nem moderátor? Melyik éreztek ilyen ostobaságokat? Miért ne lennének moderátorok? Junkie boy, mi bajod van? A lábadban? Ja, még decemberben sérültem le. Fociztunk, külső bokaszalag. Ja. Ennyi igazából. Pool 70, Arsenal 68, City 67. És a City egyel kevesebbet játszott, ugye? Emlékszem még, hogy hívták az első matek tanárodat? Nem vagyok benne biztos, hogy ő tartotta, de szerintem igen. Szerintem Szilvinek hívták. Vagy nem ő tanította a matekot? A tököm se tudja. Assze. Már ugyanannyit játszottak? Nem Juditnak? Aki Judit volt, nem az első matek tanárom volt, ő a felső be volt már matek tanárom. Tikitok a tévét? Hát, amúgy néha meghallgatom ezeket az összefoglaló videóikat, de néha meg túluncsik már 31 ezredjére is meghallgatni, hogy érdeklődik a Real a Mbappé iránt. Voltam, mondták, hogy 3-4 nap múlva menjek vissza, ha folyamatos vagy csak ciklusos, akkor tényleg allergia. Pár nappal ezelőtt, hogy ezek a reakciók megjelentek volna, szereztem kontaktlencsét a szintévesztésem okából, ami amúgy meglepően jól működik, és ezért kötöttem ehhez. Értem. Értelek, Dani? De azért ez már akkor már mennyi ideje van? Amúgy akkor már több tetyegyel.
Most lesz predizés? Szerintem lesz, aha, nem jártam egyetemre, Bence. Mindjárt kezdjük a játékot, csak most itt olyan jó kicsit így dumálgatni, srácok. Bocsika, de mindjárt nyomjuk a gameszkót, ígérem. Hellóka, hello minden érkezőnek, sziasztok. Engem idegesít szegény csávó hangja? Majd a tikitak a tévésé? Engem nem idegesít. Néha túl van kompresszálva a mikrofonjuk, a hangzásuk kicsit túl van tolva, de... Ja, nekem nincs vele bajom. Igen, lassan már. Hát akkor kitartás még, Dani, aztán reméljük jobb lesz, I guess. Viszont ha allergia, akkor meg akkor... Hát új kontaktlencsét kell nézni, vagy nem tudom. Farmos projekt? Biztos lesznek még kemény farmjaink. Vannak még a játékban olyan kemény farmok, amiket még össze tudunk rakni ám. Lesznek azért még kemény farmok. Az endben is fogunk majd egy kemény farmot összerakni, szerintem. Jó lesz. Minden dolog megoldódik egyszer. Így vagy úgy. Déta, hogy megy. Sokkal kevésbé figyelek már rá, mint figyeltem az elején. Azért kevesebb szart eszek, de most már nem annyira figyelek rája, sajna, de majd lehet, hogy még visszaszokok. Pillager XP farm fog még működni 1.21-ben a raid farmra gondolsz, mert a stacking raid farm máshogy fog működni. Valószínűleg megoldják majd az okosok, hogy működjön, de más lesz. Majd és majd más lesz. Na jó, van, kezdjünk el játszani, srácok, mert már dumálok több mint 10 perce. Kezdjünk el játszogatni. Megmutatom nektek, itt hagytuk abba, és csináltam egy olyat, hogyha megnyomom ezt, akkor látjátok, hogy állunk. Yes. Na, és így állunk. Így állunk az enchantokkal. Nem sorolom fel, hogy mik vannak meg, mert hát az hosszú lenne, de ami még vissza van. Bane of Atropods, Smite-öt, Sweeping Edge 3, Projectile Protection 4, Protection 4, Power 5, és a Lack of the Sea 3. Ez az a 7 enchant, amire szükségünk van, és hát kíváncsi vagyok, hogy ezek mennyi idő alatt fognak összejönni. De ja, minden enchantból, amiket most nem soroltam fel, a fullosok már ki vannak véve, alakulunk. Szerintem egy 20 perc. És akkor mit csinálunk a maradék 2,5 órában? Akkor nem tudom amúgy. De ahogy majd elmegyünk izéni. Fát termelni, meg stacking rate farmozni, meg ilyenek. Én nem veszettem a motivációmat a diétámat, illetően most kezdek visszatalálni hozzá. Hajrá, Dorka, hajrá. Néha le lehet így, most hogy mondjam. Néha az benne van a pakliban, hogy egy picit lejön az ösvényről az ember. Szerintem ez még beleférhet, érted? Egy kis pihi. És akkor vissza kell találni. És nyilvánvalóan a pihinek sem olyannak kell lennie, hogy akkor érted, csokit zabálsz fagyival, meg hasonlók. Csak hogy kevésbé tart, ugye? Na, nekem is most ez van. Viszont elkezdtem ugye edzeni is, szóval amúgy már nem is az van, hogy például szénhidrátot ne vigyek be, meg hasonlók, mert edzés miatt azért szénhidrát mindenképpen kell a szervezetbe. Több fehérjét kéne ahogy bevinnem, az biztos. Megépítjük a könyvtárat, azt még nem tudom, hogy pontosan hogy fog kinézni, szóval... Azt még nem tudom, minden, srácok, hogy állunk itt? Unbreaking egyesít a csávó, jó, akkor ő neki még nincsen semmi belokkolva. Vele mi van? Ő a Frostwalker 2-es, sőt, akkor levittük egyesre. És akkor ő neki is be van lokkolva valami? Másfél órába telt kivenném endinget, Unbreaking 3-at? Szép. Szép. Mióta edzek? Január óta. Ja. Van egy projektet tudok-e ajánlani? Hát, van rengeteg dolog, amiben belekezdhette. Ó, a Sharpness 5. Jó, akkor ezt a kettőt le tudjuk vinni. Van rengeteg dolog, amiben bele tudtok kezdeni, érted? Most... Egyet ajánlani. Csináljátok egy új megabase, csináljátok gigafarmokat, csináljátok meg a Lego OP vasfarmot, csináljátok egy nether bázist. Jó, héttől újra pörög? Ja, néha szerintem amúgy beleférnek ezek a kis kilengések, I guess. De aztán valaki meg tud úgy élni, évek alatt, éveken keresztül, hogy neki egy ilyen kilengése sincsen.
Szóval az meg amúgy respekt, mert az tényleg durva. De hát na, nem mindenki tökéletes. Hány gigabyte kb. A mapod? 10 fölött van. Szóval Steam-e a... Üdv. Jó, akkor az lesz, hogy ezt a csávot átküldöm ide, és akkor jöhet kettő ki. Jöhet akkor kettő ki. Nem szidott meg, érted, oké? És nem inkább mozgás maradt el, aha. Vágom. Jó. És akkor hát meg kell őket öletnem először, mert nem látják a workstation-eket ilyenkor. Én és fingom sincs miért. Szóval akkor kezdjük azzal. Hát tudtam, hogy rá fog jönni, de ne őt bántsad. Légy a többieket bántsad. Ha tudod. Köszi. Mindig meguntam a számolgatást, amúgy abban hamar bele lehet unni. Abban hamar bele lehet unni, igen. Majd letöltető lesz az a map, csak a vége a sorozatnak utána, igen. Jó, vásároltál tőlük, hogy ne veszel el, ha ki tudod a... Jó, hát akkor téged is még egyszer átváltoztatunk, jó, hát... Akkor mindegy. Hát persze, azoktól, akiket levittem már, persze. Öktőlük persze. Először akkor ezt csináljuk, srácok. Aztán majd utána pereg a lokkolgatás. Ja, itt már mindenki nyilván be van lokkolva, csak úgy hozzuk le őket, meg csak úgy, hogy egy emeráldos enchantot annak. Tímeának hívtalak, Timi? Dietetikushoz járok, már lassan 3 éve és életem legjobb döntése volt. És mit csinál ez pontosan? Hogy miben segít neked, Dorka, hogy neked pontosan megmondja, mit tegyél? Tehát az étrendedet megmondja meg, hogy mondjuk mennyit kell mozognod, meg ilyenek? Hogy pontosan hogy működik ez? Reméljük az nem most lesz, hogy vége lesz a sorozatnak. Sokan reménykednek benne, hogy már legyen már vége ennek, mert hogy nekik ez már unalmas, hogy nem a játék elején vagyunk, és még egyszer mondom, mert sokszor mondtam, én megértem, hogyha valakinek ezek a projektes témák nem állnak közel hozzá. Hozzám, igen. Én ezt szeretem csinálni, és fogom is. Addig, ami jól esik. A könyvtár is nagy lesz? Nem. A könyvtár projektnél nem... Szerintem szerintem két, maximum 3 hét alatt biztos megépítjük. Mennyit kell még hoznunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor elvileg még egyet. Szevasztok srácok, üdv minden érkezőnek közben. Hala. Hala, hala. Könyvtárat kenni tervezem? Nem, ezt én csinálom. Majd lehet írok még neki tanácsadással kapcsolatban. De ez nem, nyilván ebből kifolyólag ez nem lesz olyan részletes, meg olyan szép. De ezt most így magamtól akartam valamit megpróbálni összerakni. End project lesz. End project lehet, hogy lesz majd valami. Meglátjuk még. Meglátjuk még. Ja, mindegy, még egyszer mutatom az érkezőknek, hogy így állunk amúgy enchantokkal. Zsombor, mínusz 20k. Gratulálok, szép volt. Bane of Arthropods 5, Smite 5, Sweeping Edge 3, Projectile Protection 4, Protection 4, Power 5 és Lack of the Sea 3. Elcsantokra van még szükségünk. Ez az a 7. Ez az a 7, amire szükségünk van. Kár, hogy az előző mapon nem sikerült befejezni a izét. End projektet. Ja, I guess. Most lesz Predi? Hát predizzünk valamit? I don't know, man, I don't know.
Annak idején azért kényszerültem menni hozzá, mert már kezdtem túlsúlyos lenni, nem vagyok rá büszke, de lányléten majdnem elértem a 100 kg-ot, és ez kezdett az egészségemre is rámenni. Igazából elmondta, hogy napi 5-ször kell lennem egy nap, kb. 2-3 óra eltéréssel két étkezés között, hogy reggelire, ebédre, sőtöbb, mit érdemes meg ilyenek, étrendet is kell neki írnom, mindig 2-4 naposat kell neki mindig vinnem, amikor megyek hozzá, általában havonta. Vágom. Nem hangzik rosszul amúgy. Nem hangzik rosszul. De tök jó amúgy, hogy sokat tudod segíteni amúgy, Dorka. Gergő, neked meg köszi szépen a 95 bitet. Kelemen, neked meg egészségedre. Porckorong sérvem elmúlt-e? Az nem tud elmúlni. Nem. Porckorong sérv az nem tud elmúlni. Jó. Predizzünk egyet, chat? Nyomjunk egy predit? Mire predizzünk? Hogy legyen megírva a predi? Ugye itt vannak az enchantok, amik kellenek. Mire predizzünk? Mondjuk 30 próbálkozásból bead-e egyet ezek közül? Mi lenne, hogyha azt írnák, hogy 30 próbálkozásból, az túl sok. Bár nem biztos. 20 próbálkozásból bead-e egyet ezek közül? Van terben nagyon projekt, nagyobb projekt, igen, majd a Megabase. 25 próbálkozásból a P-bet is enchantok. Jobb vagy bal oldalon lévő enchantot dob be először? Na. Hogy igen, vagy P betűset, vagy nem P betűset. Ja, megfáztam. Jó, írjuk arra a predit. Hány... Hány könyvet kapunk 20 próbából, ami kell? Nem. Kapunk-e egyáltalán? Legyen az. Kapunk-e olyan könyvet, ami kell 20-ból? Kapunk-e 20-ból? Inkább úgy írom. Ami kell. Kapunk-e 20-ból olyan könyvet, ami kell? Ez egy igen vagy nem. Oké? Okay? Ez egy igen vagy nem lesz. A 20 az mondjuk szerintem mondjuk kevés. 25-öt írok legalább, mert amúgy most már tényleg, amint látjátok, azért kevesebben csant valamire szükségünk van, és az, hogy ilyeneket dob be, én lehet, hogy még többre is írnám. 30. Jó, írjuk 25-re, aztán meglátjuk, ti mit gondoltok. Meglátjuk, hogy ti mit gondoltok. Kapunk-e 25-ből olyan könyvet, ami kell? Ugye, duplikétek, még egyszer elmondom, srácok, azok nem kellenek. Tehát, hogyha kapunk egy Mendinget, Unbreaking 3-at, azok már megvannak, nem kellenek. Csak azok számítanak, amik itt vannak, és nincsenek zölddel kihúzva. Oké, srácok? Indul a predi. Megy a predi, pakoljátok fel a csatornapontokat, van 2 percetek. Kapunk-e 20 próbából olyan könyvet, ami kell számunkra? Tehát Bane of Arthropods 5-öt, Smite 5-öt, Sweeping Edge 3-at, Projectile Protection 4-et, Protection 4-et, Power 5-öt, vagy Lack of the Sea 3-at. Duplekett megy SPC-vel, igen. Igen. Nézzük, 25 próbából lesz-e mákunk. Nézzük meg, srácok. Pakoljátok a csatornapontokat, aztán remélhetőleg valaki majd nyer. Bejöttem, lekiszavaztam, nem tudom már dönteni a végén, mikor vége a predinek. Ó! Szóval van ilyen, hogyha szavazol, mint moderátor, akkor te nem döntheted el a predi végeredményét.
Komoly. Komoly. Van régóta? Nem vágtam. Csak hogy ne legyen bunda, ja? De így én is tudom bundázni. Már mondjuk én rakni nem tudok. Na mindegy. 25 próbát, valaki számolja, mert én nekem nem biztos, hogy menni fog. Csak csatlakozási problémája van a monitorodnak, az nem hangzik jól, Red Fire. Utolsó másodpercek a Prediből, nézzük meg, hogy 25-ből kapunk-e ezek a nem kihúzottak közül egyet. És például elkezdeném a kispál és a borsztól I like gements nótát kérnék a playlistre. Már fel is raktam. Na nyomjuk! Akkor ez így egy. Ez így kettő. Nem. Ez így három. Majdnem! Lack of the Sea 2, nekünk a Lack of the Sea 3 kell. Negyedik. Hát ez gyors volt. Ez gyors volt. Mi a büdös szar? Oké. Okay. Projectile Protection megvan, gyerekek. Négy próbából. Azt így halkan hozzáteszem történethez. Tehát még egyszer meg kell ülentnünk ahhoz, hogy levigyük. De... akkor ez bizony az azt jelenti, hogy a végeredmény az az, hogy igen. Megbeszélted a falusival? Kapunk-e olyan könyvet, ami kell? Igen, kaptunk. Jó. Oké, okay, és akkor a Projectile Protection-t bepipálom, és kap egy szép kis zöld háttérzint. Szint. Szuper. Azt hittem, ma nem fog cheatelni. Amatőr hiba ez bízni bennem, hogy én nem cheatelek. 1,75-ös szorzó volt rajta, az nem is rossz. Ürat a győzteseknek, szórja a veszteseknek, nem rajtam múlt eskü. Ez pure luck. Ilyenkor mosdatni tudom magamat tök nyugodtan, lelkismeret fordulás nélkül, mert nem rajtam múlik. Csök, Andy! Kaptál egy kát? Gratulom. Gratulom. Pixel hibás lett, ahogy visszatetted a helyére? Jesszusom! Ez tényleg nem a te napod, Red Fire, bakker. Ez tényleg nem a te napod. Nekem elmentek a pontok, de nem kaptam meg a badge-et. Na nem az én bajom. Mármint úgy értem, hogy én nem tudok velem mit csinálni. Látszik, hogy kértem zenét? Kértél zenét? Hát a kispált kérted, nem? Ó, lemaradtam. A Living on a Prayer-t szeretnéd meghallgatni. Living on a... Prayer műsorra tűztem. Szóljál ilyenkor nyugodtan, Avas Henrik, lemaradtam róla. Jó, na nézzük, ad-e még olyan enchantot, ami kell? Ja, még predészhetünk, de ezt a hármat akkor nyomjuk már le, nem? Vagy legalább egy ideig. Amúgy a Prot 4 az még kell. Mutatom, így állunk. Bane of Atropos kell, az 5-ös, a Smite 5-ös, a Sweeping Edge 3-as, a Prot 4-es, a Power 5-ös és a Lack of the Sea 3-as. Ezek kellenek még. Ezek kellenek, srácok, meglátjuk, hogy lesz a szerencsénk. Fényérzékenyek miatt sötét háttér enchant listázásnál? Hát nem fényérzékenység miatt, hanem tényleg azért az embernek kisüti a szemét, érted? Egy full fehér weboldal, szóval. Azért átállítottam feketére. Smite 5! Hát az, ha ez így fog halani, gyerekek, akkor itt hamar kész leszünk. Akkor itt nagyon hamar kész leszünk. Figyelj, 5-ből bead még egyet, ami kell, figyeld. Hát hogyha...
ha majd felveszi ezt. Jó, mindegy, akkor Smite-ot esetleg küldjük. Barát. Jó. Pie. Ez már van, ugye? Sharpness-ötünk már van. Ege. Igazán van. De akkor viszont ki tudjuk húzni a Smite 5-öt. Milyen enchantokat dobál amúgy most be nekünk? Milyen enchantokat dobál be most nekünk? Tök jók vagyunk. Na helyen, mert ez kettőnél tartunk, azt hiszem. Három. Négy. És következőnek bedob egy Luck of the Sea 3-ot. Majdnem. Jó, öt átküldjük egyel. És... hát őt meg kell ölennünk majd még egyszer, szóval inkább akkor még vele foglalkozunk még. Nem vágja le a gyapjút a scissor? Hanem csak kidobja a szerephez, aki ugye egy blokkot van. Hát a dispenser helyett droppert használsz. Ja. Ja. Infinity az már van, ugye? Igen, van. Az előző csak egyért adta? Aha, ő egyért adta a Smite 5-öt. De erről már mondjuk hozzáteszem, kétszer át lett változtatva már, ugye? Mindjárt megnézem, 10-ből mindjárt bead egy olyan enchantot, ami kell, figyeld. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. 10-ből. Hét. Sweepigecs, három kell, rohadjál meg! 8. 9. Ez már megvan. 10. Sajna nem. Jó, egyelőtt átküldjük. Neki már belokkoltuk a Projectile Protection 4-et. Aqua Affinity. Kihozunk akkor? Hát, még ne hozzam. De akkor milyen pedig nyomjuk, srácok? Milyen pedig szeretnétek? Mert én már csinálom is a következőt, hogyha gondoljátok. Ezek a cuccok kellenek még nekünk. Már csak 4 darab? 1, 2, 3, 4, még 5 darab. Még 5 darab hiányzik, de nagyon jól állunk. Már 2-t kipipáltunk ma. Itt lesz akkor a Smite 5-ös csávó. Jó. 5 hiányzik. Mikortól nem fesz fel egy munkát, Falusi? Nem tudom pontosan, hogy ez hány órát, vagy hogy működik, mert én nem értem, néha meg esténként is felveszik, szóval nem vágom. Mennyiből dob be új enchantot? Ja, ezt csináltuk az előbb is. Mármint inkább úgy csináljuk, vagy hát igen vagy nemre csináltuk, és szerintem megint menne az igen vagy nem. Tehát mi azt írjuk, hogy itt olyan 25 vagy 20 próbálkozásból bedob be egy új enchantot. Melyik enchant fog jönni az ötből, az majd, hogyha kevesebb, mint öt lesz, hogyha mondjuk már csak három marad, a végén azt megcsinálhatjuk. Nem tudom, melyik volt az első verzió, amivel játszottam, az biztos, hogy alfa volt. Az biztos, hogy alfa volt. Living on a prayer! Nulla, 10, 11, 20. Jó, lehet így, hogyha így igen vagy nem remenjen, srácok? Igen vagy nem remenjen a predi vagy próbálkozás számra? Menjen akkor igen nemre. Ezt többen szeretnétek. Egyszerűbb, kevesebbet kell gondolkodni, ugye? Jó, igen vagy nemet csinálunk.
És akkor írom 20 próbálkozásból mondjuk. Kapunk-e 20-ból olyan könyvet, ami kell? Nem, vagy megint 25-öt írjak. Előbb kaptunk 4-ből, az a baj. Írok 22-t. 2 percetek van, predízni, srácok. Elmagyarázom még egyszer a szabályokat. Ma lesznek ilyenek, várjál, az most mély fekete. Na, szóval itt vannak a cuccok. Ami kell nekünk, Bane of Arthropods 5, Sweeping Edge 3, Protection 4, Power 5, Lack of the Sea 3. Ha ez az 5 közül egyet bedob a következő 22 próbálkozásból, akkor a végkimenetel azt jelenti, hogy igen. Ha nem ad be 22-ből, akkor nem. Laptopba van csatlakoztatva a fülesem, az Egeren plusz hoztam hosszabbítót a laptop töltésére. Ja, hát. Van ilyen Redfire, amikor ilyen unlucky napok vannak. De még attól, hogy mi? Most pixelhibás a monitor, attól még vagy még csatlakozási problémája is van. Ja, mondtad. Mondtad. Jó. Mindjárt letelik a 2 perc. Mindjárt letelik a 2 perc, aztán nyomjuk tovább. Itt a nagy enchant kereséseket. Igen. Nagy enchant keresésekben vagyunk. Különleges a 300. streamem. Nem. Win VIP sorsolás. Mert jövő hét hétfőn majd nyomjuk a izét, következő Win VIP-et, aztán majd jön utána a cucli. Sorsolásra ugye egy hétre. Ugye ez már megvan, ez a Projectile Protection, szóval akkor most ezzel a falusival próbálkozunk. Kap egy ilyet amúgy, hogy ne zavarják meg egymást, és akkor nézzük. Első próba. Nem. Második próba. Nem. Számoljátok, srácok, ti is, nehogy elfelejtsem, hogy hagyjam a fonalat. Harmadik próba. Nem. Negyedik próba. Nem. Ötödik. Nem. Hatodik. Nem. Hetedik. Nem. Nyolcadik. Nem. Kilencedik. Tizedik. Tizenegy. Tizenkettő. Nagyon közel volt megint. 13. 14. 15. Ajaj, 16. 17. 18. Ajaj, közeledünk. 19. 20. Már csak 2. 1. Utolsó próba, chat. Huszonkettőből nem jött olyan enchant, amire szükségünk van. Minusz 4K szed. Na, kíváncsi vagyok, hogy hogy oszlottak meg a százalékok. Igenem volt 47%, 154 ezer pont, a nemem volt 170 ezer pont, 53%. Valaki 60 ezeret bukott amúgy. Bro. Bro.
Persze, sokkal kisebb, nyilván mindenki tudja. Hát ez ilyen. Ez ilyen. A végeredmény nem jött. Nyugodjon békében, kisvakó, láttam a kommentedet. Nyugodjon békében, és sajnálom. Kitartás a családnak. Hát mert, hát nyilván minden, vagy hát hogy mondjam, egyértelmű, hogy több az esély. Ebből ötös kell, ugye? Ja, egyértelmű, hogy több az esély a nemre, de attól még lehetnek believerek az emberek. Érted? Nem mindig kell statisztika alapján játszani. Na nézzük meg, mennyiből jön be. Hát de. Hát jó, vannak ilyenek, mint te, akik mindig így igen kalkulétedek. Azok általában, azok nagyobb százalékban jönnek be nyilvánvalóan. Hanem úgy játszol, ezt tesz. Ez se igaz. Protection 4! Let's go! Ezt egyszer elhagytam, igen. Ezt kiszedjük. Kb. Ez ilyen 28. lehetett amúgy. Szóval nem is kellett olyan sokat várni. Egy számosat? I don't know, man. Viszont ez most tök jó, mert őt is egyszer még át kell változtatni, meg őt is egyszer át kell változtatni, akkor tudjuk hozni a kövit. Tudjuk hozni a kövit. Számosat, de... What kind of számosat? Hogy mennyiből ad be olyan enchantot, amire szükségünk van. De meg fogom gyógyítani, mert még őt is meg kell ölni, csak akkor elkezdem ezt a csávót nézegetni. Viszont akkor ki tudom húzni a izét? Protection-t is. Protection 4. Megvan. 4 enchant kell már csak. A Power 5, a Lack of the Sea, a Sweeping-es, meg a Bane of Arthropods. Jó, akkor csináljunk megenni az utolsó falusinál azt számossal. Mondjuk. Mondjuk. Így feketén, de jó. Ó, igen, amúgy az a fehéren amúgy viszont belenéztem a voltba, és áááááj, kiégett a szememet. Jó. Mennyi próbálkozás kell egy új enchanthoz? Ez így jó, nem? Ez így jó, ugye? 1-től 10-ig, 11-től 20-ig, 21-től, bár amúgy az 1-től 20-ig az kb. Egybe vonhatnánk. Mindegy. Legalább 1-től 15-ig, és akkor 16-tól 30-ig, és akkor 31 plusz. Mit szóltak ehhez? 1-15, 16-30, 31 plusz. Nyilván a 31 pluszra volt nagy az esély, sok arra van a legtöbb esély. Szóval még kell kicsit tizéhetnénk. Nem mond nekik. 31 az még kevés. Tudom, amit azt fogom csinálni, hogy 1-től 20-ig. Azt fogom csinálni, hogy 1-től 19-ig, 20-tól 39-ig és 40 plusz. Ez így lesz jó. 1-től 19-ig, 20-tól 39-ig és 40 plusz. Oké? Okay? Ezek a próbálkozások, chat, pörög a predi. Itt vannak még azok az enchantok, amikre még szükségünk van, mint például a Bane of Arthropods 5, a Sweeping Edge 3, a Power 5 és a Lack of the Sea 3. Ez a 4, amire kell, amire szükségünk akkor van. Ezek szerint akkor iratkoztam fel, amikor elkezdett az állatkertet. Az kemény Luke X Jammer, Luke X LOL, Luke X Jam. Ez a 12. hónap. Akkor ugye egyről indulsz, kettő,
Mi? Azt hiszem, igen. De nem egy hónapja már ment az állat. Van mindegy, van jó, és akörül zsuga, közösszében a 12 hónapodat. Grat az új badgethez. Grat az új badgethez, közi a támogatást. És akkor chat, pakoljátok a pontokat. 4 enchantra van már csak szükségünk. Itt látjátok a nem zölden kiúzottakat. Azokra. Hajrá! Hajrá, chat! És ha nincs mit, Valde, eljátszottad all-innel? Hát... van ez így játékpénzzel, ezt meg lehet csinálni. Játékpénzzel nem tragédia a történet. Csicsa. Nézzük, hogy belefut-e. Nem. Oh! Majdnem megöltem magam. Három színet. Az a baj rendesen lehet? Igen. Én azt nem támogatom azt a magatartást, vagy hogy mondjam ezt. Ne szerencse játékozzatok, chat. Csak max szórakozásból. Annyival amennyit. Nem sajnáltuk, hogyha elmegy, de ilyen megtakarításokat, meg ilyesmiket eszetekben jusson, mert akkor elindultak a lejtőn, és akkor majd gondolkodhatotok az életeteken. Jó, letelt az idő, kezdjük. Ez az első próba. Azt még pillanatra azt hittem. Második próba. Harmadik próba. Negyedik. Inkább lekire füzessetek elő. Így van. Ötödik. Hatodik. Hetedik. Nyolcadik. Kilencedik. Tizedik. Tizenegyedik. Tizenegyedik. Tizenegyet kétszer mondtam. Ez a 12. volt? Ez tényleg nem tudsz számolni. 11. Sziasztok. Ez 12. Már 2 éve. Mi újság? Hogy vagytok? Szianci. Én ma kezdtem az új melóhelyen. Na. És hogy érezted magad az új melóhelyen az első napodon? Kösz a 2 évedet, grat az arany badge-ethez, Anci. Köszi ezt a sok hónapnyi támogatást, köszike. Igen, kétszer volt a 11. Jó. Jó. Anci, köszi még egyszer. És Zsuga is köszi még egyszer, srácok a riszabokat. Jó, akkor 12-nél tartunk. Akkor most jön a 13. 14. 15. 16. 17. 18. Close. Lekadt a sziketőt, már annyiszor kaptunk, basszus. 19. Jó volt, tetszik? Jó fejek a munkatársak, főnökök? Na, ez tök király. Tök király. Hajrá, remélem, így is marad. Sok sikert. Ez a 20. Átléptünk a 21-be. Mendingünk már van. 22. Ez nem kell. 23. Semmi. 24. Ezt az előbb megtaláltuk. Itt ugye? Igen. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ez a megvan. 32. 33. Nem. 34. Nem. 35. 36. 37. 38. 39. És ez volt az utolsó lehetősége azoknak, akik nem az utolsó lehetőségre tettek.
Ez már 40. próbálkozásunk volt. Azok nyertek, akiknek hármas van a nevük előtt. De legalább elhitték. Legalább believerek voltak. Ennek nem lesz jó vége. Ez egy pont farm. Egyszer elsőn is beadja. Na, köszi. Bunda! Köszi, Dani! Ugyanez még egyszer. De az már 100 próbálkozás lesz összesen amúgy. Ennél az egy falusinál legalábbis. Nincs emerald farmom, van egy stacking rate farmom, ami emeraldot is termel. És a videóban megtalálod. Például Lucky stacking rate farm, biztos megtalálod. És a leírásban benne lesz a farmnak a linkje. Prtty! Egészségedre! Na, még egyszer ugyanez, chat, menjen, vagy máshogy szeretnétek? Egy 0-20 vagy 20 plusz. Nem jobb ez így ugyanúgy, ahogy az előző ment? Nem adta be 100, most tuti 20-20-on belül beadja. Két percetek van, chat felrakni a pontokat, hajrá. Ugyanaz megy, mint előbb. Ugyanaz megy, mint előbb. Bane of Atropods 5, Power 5, Sweeping Edge 3 és Lack of the Sea 3-ra van szükségünk. Ez a négy enchant közül, ha egyet bead, korábban, mint 40, akkor értetően, ahány próbálkozásból beadta, azok nyernek. Dolly! Erős. Ezekből valami nincs meg a házadban, de volt sharpness-ötös is a házamban, de őket nem hozzuk ide. Mert itt ennél a projektnél csak sivatagi falusikkal fogjuk megtölteni a könyvtárat. Meg amúgy lassan le kéne zárni a breedent, mert amúgy nincs szükségem többen izére a gyerekre. Elveszem az ágyaikat. Addig, amíg itt pakoljátok a pontokon. Egyelőre nincs több falusira szükségem. És nem tudom, hagyjunk itt egy shulker boxot, vagy mi a francot, egy chestet, nem tudom. Ne felejtsétek el, srácok, soha, hogy ez csak játék. Játékpénz játszva, eljátszva. Tessék, itt hagytam nekik ezt, hogyha akarom, hogy le tudom majd nekik tenni újra az ágyakat. Jó, na, letelt az idő, nézzük akkor próbálkozásokat, számoljuk. Let's go, első. Nem. Második. Harmadik. Negyedik. Ötödik. Hatodik. Hetedik. Nyolcadik. Már megvan. Kilencedik. Tizedik. Tizenegyedik. Tizenkettedik. Szia, Klau. 13. 14.
Az már a 15. 16. Akik az első lehetőségre raktak, most már izgulhatnak, mert ez már 17. Ugye? 18? Tizenkilenc. És ha ez most nem olyan, amit akarunk, akkor az első opcióra szavazok már. Nem, nektek már nem kell izgulni, fogalmazzunk így. 20. 21. 22. Billy, azt mondod nekem. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Hoppáka, Luck of the Sea 3. Thank you! Nice. Azok nyertek, akik a másik lehetőségre szavaztak. Kettő per kettő, I'm the best. Na most rakjál meg egy lottót. Plusz 28k? Plusz 50k? Ugye ez most kell mennem. Na hát szép volt. Ami viszont biztos, hogy hát őt valószínűleg kétszer kell még megöletnünk, a többit csak egyszer. Mindegy. Nyomjuk neki. Nyomjuk neki. És akkor legalább, amíg itt öldöklések mennek nagyban, ki tudjuk pipálni a Luck of the Sea 3-ot is. Bang. Na most már csak Power 3, Sweeping Edge 3, meg a Bane of Atropods 5 hiányzik. Plusz 0, easy. Jó. Oké. Következő predi akkor az lesz, srácok, melyiket adja be legközelebb. Három lehetőség lesz a predinél, a Bane of Atropods 5, a Sweeping Edge 3 és a Power 5. Ezek lesznek. Ez lesz a következő predi. Készítsétek a pontokat addig. Lehet is csinálni, amúgy is 5 percesre állítom. De mi állítom meg akkor a játékot, menjen nyugodtan. Előrejelzés. Melyik enchantot adja be előbb? Bane of Atropods 5, Sweeping Edge. I. Melyik az utcsó? Power 5. Mert hogy kell én az Atropodzot? Inkább kimásolom, hogy rohanna még. Jó. Éles a predi chat. Éles a predi. Van 5 percetek szavazni, addig gondoljátok át nyugodtan. Addig nyugodtan gondoljátok át. Nem értem, ha predizel egy nagy összeggel, akkor dupláját kapod, vagy mi? Igen, minél többet raksz fel, annál többet kapsz vissza. Tehát ez nem úgy van, hogy ha valaki rak 10 pontért, meg valaki kap 10.000 pontért, akkor aki 10-et rakott, ő visszakap 20-at, viszont aki 10.000-et kapott, az visszakap 20.000-et. Vagy a 2-es szorzó volt rajta nyilván. Buba! Az igen! Az... Komoly, az öreg buba megnyerte a predit, aztán itt fintjen is a VIP, bro. Na legalább megint egy olyan emberhez került, buba személyében, akit azért... Aki azért már itt egy régi motoros, nem buba? Te azért régóta itt vagy. Grata VIP-hez, buba. Grata VIP-hez. Congrats. Nem vagy nagy chat elő amúgy, azt tudjuk, de...
De itt volt az öreg mindig. Itt volt. Hát igen, már 2000... Mikor volt az első üzeneted? Várjál, visszakeresem. 2022... február 2-án. És hozzáteszem, igen, másfél éve szabos is. Köszi szépen, Buba, és amúgy köszi még a subgiftet is. Tehát a VIP kiváltás előtt még adtál egy subgiftet, ugye? Helye. Barabás 68-nak. Kösz, Buba. Ezt már nem sorsolod ki? Ezt már nem. Ezt már nem. Pedig lesz Win VIP. Következő streamben, következő hétfőn indítom majd. Ki az a Buba 3554 üdv? Te ismersz ilyen nevű embert, Dani? Igen. Tessék, ki lett váltva? Prüty. Igen, kiváltotta 5-10 perccel ezelőtt. Ittam is az egészségére. Ma haltam meg a világomban 4 év után. Basszus, 4 éves pálya. Hogyan haltál meg, és nagy pálya volt? Akkor csak nem láttam. Rá se ráncs, Kricsi. Most felraktam mindent. Ha nem Power 5-öt, szedett ki elsőnek, megkereslek. Igyekszem, eskü. Igyekszem. A szándéka fontos, hogy mondják, jogos. 150 ezeret felrakott a Pali a Power 5-re. Hát csak bejön az anyja. Kívánom. Jó, mindegyik lement egy emeráldra, amúgy tök jó. Oké, küldhetem is le őket. Azt szinte az összes dolgot amutatosan farmoltam. És hogyan haltál meg, Benny? Ha szabad kérdezni. Hát leküldöm már most, aztán majd ott alul elintézem őket. Szerinted csak 4 évet csinált egy pályát, amiben csak pár másodperce volt? I don't think so. Ne! Egy ezer sisarnál kell bukni, ne csináljátok már. Hát ahogy ilyen nagy izékkel játszani, basszus. Jó, oké. Csak játékpénz, meg játék valuta, vagy nem is tudom mi ez. Júniusban volt még pont, 3,5 éves pályán eltört az a mocskos elitről a lávafövölt, és nem volt fire rezem, és totemet se használsz. Shit. Bro, try to escape the camp. Várj, mennyi kell? Még 3, ugye? Ja. Már csak 3 kell, ami azt jelenti, hogy már csak 3 falusit szedünk ki innen. Let's go. Szia, Zoli. 75k-t én is raktam. Rakjátok csak, gyerekek, rakjátok. Sweepinges nem sokkal nagyobb az esélye, nem? Amúgy hogy vannak így az esélyek? Mert nyilván nem mindennek ugyanannyi az esélye. De ez az összes valahol ki van listázva, hogy hány százalék az esélye? Kiválasztja az elcsaltot, utána a levelt. Ó, és akkor full random. Maga az enchant szint, szóval az tök full random, hogy Bane of Atropodzot kapsz, vagy Protection-t, vagy Mendinget. Ez először azt sorsolja, hogy melyiket, és a level az megint egy külön sorsolás. Igen, az ötös az ritkább, mivel ott egy az öt az esély. Ja, vágom. Vágom.
Oké, először öletünk. Szerinted melyiket adja be elsőnek? Szerintem... a sweeping edge 3-ot. És a maradék falusi az... hát a maradék falusi... ne, nem kapott a izéből! Istenem! Maradék falusi, hát nem tudom, egyelőre itt maradnak, aztán majd meglátjuk, mi lesz velük. Az a jó zenét használt, hallottam már, igen, hallottam, mert kiváltották itt a streamen, de nem tudom, mit gondoljak róla. Annyira nem bejövős. Nem lesz a kedvenceim között. Jó. De amúgy ezt a falusi breedert, ezt meghagyhatjuk, nem chat. Szóval most oké, hogy ott lesz majd a izénk, ugye az állat, mindig átkeltet akarok mondani, hogy ott lesz majd a könyvtárunk. Itt ezen a részen fog elterülni a könyvtár. Ezt a falusi breedert meghagyjuk, vagy bontsuk le. Ezt az átváltozható rész, ezt nyilván lebontjuk, de maga a breeder része. Maradhat. Maradjon. Egefejne. Max izi a dipszlétet ki lehetne cserélni ezekre a redszen... mik ezek? Terrakottákra. Nagyon szép bill. Terrakottákra ki lehetne cserélni, és akkor olyan, mint a faluba lenne. Felkelt, hogy ilyen handcam. Mi? Könyvtárt vagy könyvtárat? Könyvtárat? Könyvtárt? Könyvtárat? Könyvtárat? Nem? Jobban hangzik. Dikkem. Ej, jó! Eszkem. Na, várj meg. Majdnem. Majdnem. Bedroomkem. Pro. Szokkem. De engedd el a falusikat, akik úgy, csak úgy vannak. Amúgy azokat lehet, vissza lehetne engedni mondjuk a faluba tényleg. Ding dong dong. Ding, 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 dong. Így kell gitározni. Tényleg én mutathatok amúgy bimbó Twitch-em. Ne. Igen. Jó. Akkor majd a nyári... Na, majd a nyári streamek. Mikor itt 35 fok lesz a szobámban, majd megy a bimbó. És majd ki lehet váltani, hogy mit tudom én, vajat kenjek rá. Mit szóltok? Tessék vajazni a bimbit. Zsír, amúgy. Mangalica zsír. Az... Jó, elszabad útam, bocsánat. Ne, ez adja. Tej szíra volt. Hogy lapja. Na, nézzük, chat. Viszont most... hát amúgy... hogyha amúgy az egyik falusi beadja a sweeping edge 3-at, a másik meg a power 5-öt most így egyből, akkor mi van, akkor ki nyert? Balról jobbra haladunk, nem? Nem, átváltoztatás sorrendje. Bár ő akkor le van maradva. De mindegy, így jár. Amelyiket megnézted először?
Ad permitted term bimbom. Töröld a predit. De ahogy is. Ő az első, aki átváltoztott. Ő nem játszik. Ő se játszik. Ő se játszik. Jó, elkezdem vele. Na nézzük, melyiket dobja be először. Most hála Istennek nem kell számolni. Frostwalker 2. Unbreaking 3. Punch 1. Fortune 3. Nem rossz amúgy. Nem vagy te rossz falusi, egész jó enchantokat adsz. Jöhet a Sweeping Edge 3, tetyimetyi. Üdv uram, hosszú idő után újra a fedélzeten. Gratulálok az állatkerthez, nagyon odaraktad a projektet. Köszönjük szépen! M2NR, hát üdv újra itt. Köszönjük szépen a másfél éves támogatásodat. Kurat az új badge-edhez is. És üdv újra a fedélzeten. Cső főnök, hellóka. Örülök, hogy tetszett. Aj, most ti miért egymás workstationről? Jó. Na figyelj, most. Jó vagyok, amúgy köszönöm szépen, kicsit ilyen náthás. Kicsit ilyen náthásom, de amúgy jól vagyok. Amúgy jól vagyok. Kicsit megfáztam hétvégén, múlt hétvégén, és... ja, kicsit kaka. Ezek a voice crack-ek, ezek most ilyenek lesznek. Ezek ilyenek lesznek sajna, mert a torkomra is már ráment a cucc. A másik workstation-je mindig szebb. Ez olyan, mint amikor a másiknak a szendvicse mindig finomabb. Power 5! És aki száz... Aki tett, aki bukott 70 ezeret például... De a power 5 megvan. Pro erre rakott 150-et, igen, azt tudom. De valaki 70 ezeret rakott a... A Bane of Atropocra talán. Na, utolsó kettőre menjen még? Vagy elég volt már a chat. Te raktál 75-öt elit óriás kassét, igen, te voltál. Egy gyors utolsót. Utolsó prediction. Egy gyors utolsó, ez csak egy 2 perces lesz. Power 5-öt kiszedem, de ugyanezek a választási lehetőségek. Melyiket adja be előbb chat? Ez a választási lehetőség. Csettetén már tudtok is szavazni. Bane of Atropods 5-öt adja be előbb, vagy a Sweeping Edge 3-at. Pakoljátok, srácok, a pontokat. És mindenki a 3-ra rak? Egészségedre, Kurkó Ádám! Pacal meg milyen gazdag lett, mennyit nyertél amúgy a 150-ből, mennyit kaptál pacal, hány a szorzó volt rajta? Az úgy hiszemet szeretné a pogány indulótól, ez izé amúgy explicit 16k. Akkor nem volt rajta nagy szorzó. Ez explicit szám, valaki valamelyik moderátort bele tud hallgatni, hogy mennyire ilyen nagyon káromkodós, amúgy kérlek szépen. Mert hogyha nagyon, akkor nem szeretném rátenni a playlistre. Pacal.
Az. Van kétszer az, hogy szerelmeskednek. Hatkát raktam fel. Ja, nem te raktad ott 150k-t? Az nem pacal rakta. Ki rakta a 150k-t az előbb? Miért azt hittem, hogy a pacal? Ja, prüty rakta, tényleg. Nem is vetted ezt a subgiftemet? Volt subgifted. Tényleg volt egy subgifted 3 perc ezelőtt, nehogy emeltsék, hát nem is hallottam. What? Nagyon szépen köszi, Hozman Zsoltnak emeltsék el, hogy adta egy ajándékfeliratkozást. Nagyon kedves tőled, köszi szépen. Most kicsit megsértődtem, ne harj. Esküdem direkt volt. Köszike. Pacal, ja, hogyha nem probléma neked, kérhetsz másik számot, vagy vissza tudjuk adni a csatorna pontokat. Na, akkor nézzük. Sweeping Edge 3-at dob először, vagy... Bane of Atropos 5-öt. Még egy power VTF amúgy. És ugye... Skom. Kom. Nem szar. Piercing 1. Ó, gyerekek. Bízom benned. Hát, én nekem sok ráhatásom nincsen. Én csak pakolom a workstation-eket, és akkor a random számgenerátor meg kiadja. Tegnap itt Chelsea United-et láttad, csak az összefoglalót néztem meg. Felugrottál végén, Mikica? Szörnyűek vagytok, srácok. Miért vagytok most ilyen speciálisok? De Laki választja. Riptide, Power 2. De most nem, miért nem látod ezt a rohadt izét? Köszönöm. Multishot? Na 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 na. Én imádok falusikkal dolgozni amúgy. Hét káromkodás van benne. Ajajajajajaj. Pacali, írtál már másikat? Vagy csatornapont visszaadás legyen? Vagy mit szeretnél? Amúgy. Pixa fiatalság, bolondság. Megőrülök ezektől az agyhalottaktól amúgy. Falusiktól. Fiatalság, bolondság, pixa. Csak műsorotűzés, ugye? Igen, megtörtént. Köszönöm. De miért vesztette el a melódat? Egy pillanatra megvolt. Most mi bajuk lett hirtelen? Eddig ez folyamatosan működött. Na. Projectile Protection 1. Turciznak, lehet. Utálnak már minket. Igen, bármit hozzáteszek, hogy a United megérdemelte volna a győzelmen. Az a tizi a végén azért az nagyon soft tizi volt, azt láttam az összefoglalóból is. A angolunknál ritkán annak ilyen ér szerintem tizit, de amúgy fél befújta. GG. Ha
Na most talán magukhoz tértek. Amíg neki megmarad az a workstation, addig jók vagyunk. Mik hiányoznak még? Bane of Atropos 5 és Sweeping Edge 3. Fortune 3, Sharpness 4. Nem, valamiért egyszerűen nem jöttek a dolgok, de most látod, beindult. Most sok vagyunk, egyelőre. Egyelőre most sok vagyunk. Jó, az elsővel volt bajom. Első tízivel. Az melyik is volt? Nem is emlékszem az elsőre. Na kíváncsi vagyok, melyiket adja be előbb. Szerintem a Sweeping Edge 3-ot. Előbb is azt mondtam, most is azt mondom. Nem tudom, hogy rálépett kukú, ja, tényleg. Mindkét 11-es softfold, de hát bírótól függ. Ja, ezek softizik voltak akkor, az elsőt tényleg nem emlékszem. De van ilyen, basszus, van ilyen. Lack of the Sea 3 az a megvan. Kapusiba se figyelhet, itt vélemény, nem néztem, nem is láttam azt viszont. Milyen kapusiba volt, mi történt azon a meccsen? Szóval ma grízes tészta volt ebédre, aztán megint elvittem a gyerekeket fagyizni. Milyen fagyit ettetek? Berúgtam nyújjászba és úgy pattad be a kapuba. Csóvóni. Nem láttam. McAllisternek látom a bombagóját. Ez... lecsúszott. Bane of Atropos 3, rohadjál meg. Beadhattad volna az ötöst is. Aj! Például így. Bane of Atropos 5. Már csak a Sweeping Edge 3 hiányzik. Illetőleg, amit már kell engedni a szezont ennyi sérülés után, szóval az a Chelsea-nél már csak lelkiállapotom. Hát, mondjuk a Chelsea az most már nem megy semmiért, nem? Már európai kupa szereplése nem érhetnek oda. Ugye? Vagy matematikailag oda érhetnek, nem tudom. Unitednek még lett volna talán esélye BR-re. Mert nem tudom, hogy... azt sem tudom, hogy állnak a tabellán, basszus. Mely tabella? Premier League. BL-től van a United most... 11 pontra. Ja, ez már. Jó, már csak a Sweeping Edge 3 kell. Nem, szerintem ez volt az út Csopredi. És mind a kétszer azt mondtam, hogy Sweeping Edge 3-at adja be, egyszer sem azt adta be. Beraktam 3000-et és kaptam vissza 2800-at. Big. Befektetés. Nem jó, de befektetés. Hogy az egész szezon ilyen egyik meccsen túl kedves a bíró, majd a következő meccsen égvilágon semmit sem fúj be. A futball az önmagában ilyen amúgy. Azért, hogy mondjam. Én szeretem azt hinni, hogy ezek általában kiegyenlítődnek érteni szezonban, hogy mennyit tévennek, vagy mennyit kedveskednek az egyik csapatnak, vagy visszafelé. Legyen pedig a Sweeping Edge 3, vagy Sweeping Edge 3. Smite 4. 16400 pontot vesztettél összvisz. Azért az nem kevés, de lehetett volna több is.
5-át kell még változtani, ja, 5 talán még 2-es, de valószínűleg csak egyszer, 5 is egyszer. És hát akkor ez a Sweeping Edge 3-as falusink lesz majd remélhetőleg. Pom-pom-pom. Ez egy jó szám, én is nagyon szeretem ezt a Dire Straits nótát. És nem olyan rég óta ismerem amúgy. Így önmagában a Dire Straits-et amúgy. Volt egy nyár, amikor folyamatosan ezt a számot hallgattam. És aztán elmentünk Katinkával Rómába. És ott leültünk egy ilyen leülős helyre, ittam egy sört. Jó, egy koktélt, vagy mit tudom én. És megszólaltotta a helyi rádióba ez a szám. Mondom, bro. Micsoda összefüggés, vagy micsoda véletlen. Nem értik, hogy mit jelent az, hogy gyakoriság? Candy, ne húzd fel magad, ne húzd fel magad. Én értem, én tudom, mit jelent az, hogy gyakoriság. Pont sorrendben voltak a falusik? What you mean by sorrend? És minden ilyennél lesz gyereke, persze. Death Strider. Na, légy szíves, azt a Sweeping Edge 3-at szeretném kivenni. Utolsó enchant, és már itt sem vagyok. Na most ezzel fogunk még elcseszni egy másfél órát, hogy a Sweeping Edge 3-unk meglegyen. Mi lenne, hogyha időre írnánk amúgy, hogy 10 percen belül beadja-e, vagy ilyenek? Nem, többen nem predizünk, mondtam, az volt az utolsó. Tartom magam a dologhoz. A Dovib szerzési lehetőségem? Hát Csabi, vállaltad a izéket, következményét annak, hogy elbukhatod a pontjaidat. Érted? Ez ilyen. De majd jövő hét hétfőn a Win VIP-t majd megnézed, aztán érted, hogy a jól töltött ki az űrlapot, téged csósulunk ki. Ki tudja. Bane of Atropos, Sweeping Edge, Power. Ja, hogy így voltak a Prediben is írva a sorban, ha vágom. Fortune 3. Szerda után 20 000-rel lettél gazdagabb? Az big business, Team Tom, big business. Milyen űrlap. Időről időre van Win VIP nyerési lehetőség, vagy hát VIP rang nyerési lehetőség itt a csatornán. Régen volt, és most nemrég vissza lett hozva. Gyakorlatilag jövő hétfőn majd élni fog egy ilyen Google Docs űrlap. 5 kérdés a hardcore sorozatommal kapcsolatban. Aki az 5 kérdésre helyesen válaszol, ők belekerülnek egy szerencsekerékbe. És egy héten rá, hogy ez meg lett osztva, a szerencsekeréken kipörgetünk egy nyertest, aki kap egy VIP rangot. Ha nem lesz 4-esnél rosszabb az érettségém, akkor kapok VIP-t? Ha nem lesz 5-ösnél rosszabb, akkor kapsz. Megígérem, paca. Ha full 5-ös érettségid lesz, pacal, kapsz egy VIP-t. Akkor elengedhetjük. Bro, tanulj. Ha eddig nem volt motiváció, Lucky Twitch csatornáján VIP, bro. Nyom, ja, Vataxolotlokon buktam sokat azóta, csak max 1000 ponttal játszom. Mennyit buktál az Axolotloknél?
Fú, aki ott az axolotuloknél believer volt. Nem tudom, 10. axolotul predim. Ott nagyot nyertek, ott ki is váltották ketten egyből a VIP-t, azok közül szerintem egyik sincsen már itt amúgy. Rámegyünk majd a VIP játékra, jaja. Hajrá Csabi. 25k-t. Nem rossz. Angol 4-es, dik kultúra 4-es? Hogy ezek már megvannak, és azok már 4-esek? Aki az axolotuloknél believer volt, annak nem maradt pontja a végére, az biztos? Bit of Atropolz 5-öt megint bedobja, bro. Istenem. Na Kenny, mi van az 5-ös meg 3-as egycsot? Ja, de ha csak ezresekkel játszott az ember, érted, úgy maradhatott. Project Protection 3, tessék. Hányas a érettségiztem? 4-es, meg volt 3-os. 3-as 4-es. Meg volt 5-ös is, de... 4 átlagom az 4 körül volt amúgy. Na, az utolsó enchant fog eltartani egy 2 órán keresztül, figyeljétek meg. De amúgy összességében, hogyha most be fogja adni egy észszerű időn belül amúgy a sweeping egy 3-at, akkor összességében szerintem nagyon jót mentünk amúgy ezekkel az enchant lokkolásokkal, mert ezekkel simán el lehet cseszni napokat, basszus. És így, hogyha az összes meg lesz basszus, Szifikecs 2 szakadjál meg, azért az... ez az komoly. Kérdőívre, hogy lehet eljutni? Jó hétfőn a következő streamben, elmondom. De amúgy most is el lehet oda jutni, azt hiszem beírod, hogy felkérhetője Elvin VIP. Nem tudom, hogy amúgy most be van-e kapcsolva a kommand, lehet, hogy ki van kapcsolva direkt. Ja, be van kapcsolva. Ez azon a linken fogod tudni majd elérni. Ezen a linken fogod tudni majd elérni, de jelenleg nem fogad válaszokat. Hétfőtől fogad válaszokat. Pont 21-től nem fognak működni a jelenlegi formákban a raid farmok. Mérhetetlenül szomorú vagyok miatta. Szerintem ez... Megint 2 tuppe! Szerintem ez butaság. Szerintem ez butaság. Majd meglátjuk, hogy hogy fognak amúgy működni, hogyan kell őket átalakítani, úgyhogy jól legyen. Okosok illmangóék majd megoldják, hogy például ezt a stacking raid farmot, ami nekünk van, jó legyen. Mivipet lekéstem. Srácok, jövő hétfőn. 4. hó 8-án. Indul, és 15-éig lehet majd kitölteni. Jó napom volt, és nem lutsz ki amúgy, de mindegy. Sárszakott space-t a felkiáltó jel elé, hogy láthassuk az imótot. Respekt. Respekt. Jelenlegi formában érdekes lesz, mivel a bedobben működés is megváltozik teljesen. Igen, vágom, hogy potit kell majd inni a bedobben effekthez, ja. Van egy ötletem a kérdésre, milyen virágot adott nekem Lucky az állatkertben? Ha tudod rá választom, hogy beleírom szíves, de ez az a baj... Az a baj, ez kikeresni lehetetlen. Ez csak az fogja tudni erre a választ, aki ott volt és valamiért megjegyezte. Te tudod. Ez sajnos, ez nem írhatom bele. Ha egy új nagy projektbe kezdesz, nem nehéz titokba tartani.
Nem értem. Én ez gyenge vagyok. Akkor leírom, jó, leírhatod. Leírhatod, Timi, ez tényleg, ezt nem lehet beleírni. Mi is lesz nehéz benne? Kendinek elküldtem amúgy, hogy mi az az öt kérdés, amit beleírtam. Kendi a gondolat továbbíthatod Mikicának. Aztán Mikica a gondolod, amúgy nehezíthetünk rajta. Már továbbítottad? Ó! Oksi. 2x2, 4 matekban. Programozásban 2x2, 1x22. Minecraftban 2x2, 1x3. Well, yeah. Kék orchideát kaptál? Na látod, milyen... egy figyelmes úriember vagyok. Reddit-en van egy subreddit, ahol rengetegen tesztelgetnek már ezzel a raid-del kapcsolatban, az tök menő amúgy. Tökre adom ilyenkor, amikor kijött egy snapshot, technical minecrafterek már nekiállnak. Hogy mire kijön a izé, az update, addigra már pörögjön is a izé. A dolog. Atom. Mullatozó csapatot. Kettő darab gomba a T-rexnél a miénk. Meg várj, kikapott egy táblát a izé alatt, az állatkert projekt alatt. Nem zárva, hanem... free. Ugye? Ja. Ja. Kövi 5 percben beadja. Most van pont 40. Nézzük, 45-ig beadja-e. Cső, Patrik! Már csak egyetlen egyen csantunk hiányzik, mert hogyha megnézitek, már a Bane of Arthropods is megvan. Hát csak a Sweeping Edge 3 kell. Badnoljátok már ki ezt az atyalottat. Mi volt fel? Semmi zerva. Semmi kell. Egy predi? Nem. Már mondtam, hogy már meg volt az utolsó, tartom magam ehhez. Semmi baj, csak pont láttam azt a... Ha beadja, mit kapok? Egy pofont. Na, én nem vagyok az erőszak híve, akkor egy pacsit, jó? Egy... Szevasz, Benjamin. Szevasztok, srácok. Azt ki szabad mondani, nem? A könyvét. Nem néztem a meccset. Megint Sweeping Edge 2, hát... Most már háromszor ez a falusi bedobta a Sweeping Edge 2-t. És akkor kérhetnék egy zenét a playlistre? És ha nem? Hát... Hát nem.
Inkább nem. Na ennyi van, 42. Hát az a Sweet Home Alabama, ez egy klasszik. Ez klasszik nóta. Olvasom Himham előbb is. Azt csinálsz, amit akarsz, főnök. Ja nem Himham, bocsi, Dave. Bocsika. Csak ugyanaz a szín nevetek, ezért Himhamra gondoltam. Sweeping Edge 1. Na, Sweeping Edge 2-ből már volt 3, 1-ből is kaptunk. Jelent akkor a 3-os. Szóval jön fel mindenki is. Jó. Döntsük meg azt a izé új rekordot. High frame-ből. Hány subgift volt? Szabolás volt ott? Srácok. Mindenki belead anyai tapait. Szerintem van esélyünk. Nekem is kell nyomatni. Jó, én nyomatom. Minden századik subgift után adok egyet. Mit szóltuk? Nem. Nagy lelkű állapotomban vagyok. Mindegyik szab után 100-at adsz? Az nem hangzik olyan jó dealnek amúgy. Kicsit minuszosnak tűnik nekem. Nekem bejön? Örülök, hogy tetszik. Nekem már csak egy Sweeping Edge 3 kell, semmi más. Meghalnék, újra kezdeném a hardcore-t. Biztos lenne szünet. Szünet biztos lenne. Nem is biztos, hogy sima hardcore-t kezdenék. De valamilyen formában igen. Valamilyen formában valamikor igen. Ez a válasz. Jó van, Dani. Aj! Sweeping Edge 3, yes! Ezzel, hogyha minden igaz, megvan az utolsó enchantunk is. Let's go! Dave! Általszavált az öreg. Kösz, Dave. Kösz, hogy Prime-mal feliratkoztál. Használd a szabban járó elmegyüket, főnök. Azt hittem kamuzol amúgy, de jó fejbe volt-e. GG. GG. És még Ricsi is feliratkozott Prime-mal. Köszi szépen, Ricsi, neked is. A Prime-os szabad, te is használd a szába a járó előnyöket. Kösz, srácok, cukik vagytok. És akkor vége a streamnek. Yes, már ezt terveztük, chat. Amúgy legit nem tudom, mit csináljunk. Amúgy elmennék egy-két dolgot intézni, amúgy már egyrészt az Emeraldunk fogyóban van. Tehát raid farmunkat egy picit pöröghetne. Majd lesz fél szíves. Illetve amúgy fa-farm, meg ilyenek, érted, ilyen izgalmas dolgok. Mert fából is egyre kevesebb van otthon, aztán most ezeket itt chillbe feltölthetnénk így a végén. De ezeket úgyis még meg kell ölhetni legalább egyszer. Elég lett amúgy az aranyalma és a weakness potion is, szóval király. Következő nagy projekt, hát ami tényleg nagy lesz, az majd a... meg a base lesz, meg a bázis. Addig kisebb projektek lesznek, ez az mindig állatkertet mondok. Ez a könyvtár projekt, egy kis könyvtárat építünk, minden enchanttal, az enchantok már megvannak. Meg lesz egy ilyen all item, múzeumszerű dolog. Aztán majd van utána, majd egyszer lesz a meg a base. Pacsi, Patrik,
Szerencsét, hogy nem pofont kaptál. Egészségedre, paca. Mi ez a megabase? Benne van a nevében, bro. Egy mega bázis. Vannak benne funkcionális dolgok, vannak benne díszítős dolgok, egy bázis, ami nagy. És tele van dolgokkal. Na hát csak azon kell nagyon izgulni, hogy mindegyiknek lemenjen egyesre az encsantja. És meg a bézben fogsz lakni, átköltözünk. Átköltözünk majd. És akkor majd jövő héten szerintem lehet, hogy elkezdjük akkor ide építeni a könyvtárunkat. Az lenne a terv, hogy jövő héten akkor elkezdjük megépíteni a könyvtárat. Most hát nem, jövő, de amúgy elkezdjük, csak hétfőn akkor majd alapanyagokat szedünk, meg ilyenek. Aztán jó van. Aztán majd megépül, szerintem úgy nem lesz nagy, amúgy szerintem hamar megépítjük, szerintem pikpak meg lesz. Olyan, mint a kiló és a gigabész. Kettő között van, ja. Bözsi is majd költözik meg a bézbe? Tényleg, amúgy a Bözsit át kell vinni. Bözsinek kell egy hálószoba. Bözsit ott vett ki a gyerek 1.20.4-re, és működik ez a resource pack, persze az összes verzióval kb. Ezt betervezted? Nice. Akkor lesz, mint az állatkert, nem lesz akkora. Nagy lesz, mert egy 300x300-as permetert minimum kell neki csinálnunk, de maga nem lesz akkora. Bözsi pláza. Mi van a Bözsi plázában? És ezt a pénzt meghagyod? Aha, megmarad persze. Nem fogjuk lebontani. Meg lett az összes. Bang! Eje. Léci, menjetek le egyre, nem akarok még egyszer átváltoztatni titeket. De és akkor őket meg akkor engedjük ki a faluba amúgy, de akkor ágyakat is kell nekik hoznunk amúgy. Hozunk nekik majd ágyakat. Van egy nagyon jó kérdés, Vim VIP-be vagy? Vagy itt most volt valami, vagy mire gondolsz, Mikica? Just Dance. Oké. Okay. Elküldheted. A farmokat átviszed, vagy nem? Hát lesznek farmok... nem valószínű. Lehet, hogy lesznek... Na. Külön oda csak azért, mert máshol vagyunk, nem lesznek új farmok építve, de lehet, hogy lesznek új farmok építve majd, amik már vannak. Na, újabb verzió azokból, amik már vannak. Például vasfarmat akarok majd egy új menüt csinálni majd egyszer. Közi Peti, szia, köszi szépen, örülök, hogy tetszett. Csövica pedig van, lemaradtál már, végeztünk. Yes, ő egyes lett. Ő is egyes lett. Akkor Léci, ne legyél ilyen speciális, te is legyél szépen egy egyes. De ez azt hiszem alapból is egyes volt, nem? De ez azt hiszem alapból is egyes volt. Sosincs elég vas, Izsák. Sosincs elég vas. Ezt megtanulhatnád. Let's go! Sweeping Edge 3, Bane of Arthropods 5, és Power 5. Küldjük le az utolsó 5 darab falusinkat. Hmm.
Jó, mennek az utolsó falusik le a pincébe. Let's go! Jó. Ez azt jelenti, hogy megvan mind a 37 enchant, amit szerettünk volna megszerezni. Na, azért szép. Szép látvány. GG chat! Megvan mind a 37, és kettő stream alatt, vagy hát másfél stream alatt az összes meg lett. Csak mondom. Ami szerintem tök jó. Ennél higgyétek el, sokkal rosszabb is lehetett volna. Sokkal rosszabb is lehetett volna. És elköltözöl a Nether Center is költözik, vagy lesz egy új? Ja, lesz egy új Nether Hub majd. GG. GG. Megvan az összes. Mindegyik levigve egy emeraldra. A képen látható összes enchant. Szép. Komplementari. Unbound. Komplementari unbound. Fel kell tegyen a shader szerintem. Jó, ezt akkor bonthatom? Ezt akkor itt bonthatom, ugye? Játszom most egy kicsit shaders-el amúgy. Mindenki ad az egyik lehetőségbe 10 pontot, és én választom a másik lehetőséget, és én nyerek. Ez egy jó predi ötlet amúgy, vica. Még átgondolom, jó? Még átgondolom. Biztonság kedvére ezeket a csírákat itt lezárom amúgy. Nincs itt izé spanolható terület, ugye? Nincs sem. Lezárom. Úgy. Majd jövünk értük. Á, nem akarok shaders-be játszani, mert hogyha a videóban lesz az, úgy hülyén fog kinézni. Tudjátok, srácok. Jó, akkor ezt a húskocskát innen kiszabadítjuk. Szevasz, köszi szépen a munkádat. Ezt hogy csináltam? Iris. Shaders használok. Felkiáltó jel MC Mods listában megtalálható. És K betűvel lehet gyors gombként kibekapcsolni a shaders-eket. Na, ezzel megvónánk, akkor hozok ágyakat ide a faluba, és akkor ezt a falut megpróbáljuk feltölteni élettel, hozok nekik ágyakat, meg gyerekeket, és akkor ők, hát reméljük visszatalálnak majd. Minden esetre én első körben akkor elviszem innen a cuccaimat. Ezek a könyvek, ezek építőgenyók. Jó, ezt itt feltöltjük. Szerintem megérdemlem. Szerintem is, vica. Az a baj, hogy itt... Hát nem tudom, mi a baj. sok baj van. Nincs baj. Semmi baj. Erre a slime fellövő. Ja, azt is meg lehetne majd csinálni mondjuk valamikor. Jó. De akkor azt a részt azt ott hagyom, I guess, egyelőre, de akkor ugye a falusikat akkor megpróbáljuk visszavinni. De akkor előtte rendet rakok, aztán hozzuk ágyakat nekik. Workstation-öket is hozzunk. Mindegy, hozzak nekik egy-kettőt. Tök fölösleges, vagy nem tudom. Óceán projektet, ami egy szem lesz a közepén, és nagyon komoly lesz, csak szárításra, meg építéssel, de amúgy nagyon élvezem. Hajrá, bubu! Kitartást! Nyomjad neki! Ó, meg innen is el kéne vinni a vasakat.
Ja, maradék egy órában, itt takarítgatunk, jó, chat? Jó, tehát amúgy ezeket szerintem beteszem így ide. Ezek azok az enchantolt könyvek ugye, amiket most kiszedtünk ezektől a csávoktól. És amúgy majd kéne olyat csinálni, hogy mondjuk egy shulker boxit gyűjteni a Soul Speedből. Meg tudjátok, miből kéne meg gyűjteni majd sokat a könyvtárba? Swift Sneak 3-ból. Az jó lenne, hogy ugye azokat falusitól nem lehet megvenni, de jó lenne azért a könyvtárban azért lennének azoknak is helyük, nem? Tehát úgy az igazi, ugye? Szóval gyűjteni belőlük sokat, és hogy legyen ott belőle muníció. Legyen belőle muníció. Hát ja, ott az... Ja, izékbe kell menni Ancient Citykbe. Nem egy egyszerű történet. Hát már sötét van, vagy be van sötétítve. Redőny, igen. Das ist redőny. Egy citit megnézni ma. I don't know, man. Meglátjuk, hogyha ezek az apró dolgokkal végeztünk, hogy állunk. Maybe. Maybe. Szavasz, pacal! Jó, ez... Azt hiszem ide fog menni ez a Sandstone Slab. Így. Jó. Milyen parancsal csinálod, hogy a vágott videóban messzire és kívülről lássuk felgyorsított dolgokat? Nem parancsal. Erre van egy mod, amit replay modnak hívnak. Ez a dolga. Hogy rögzítse, amit csinálsz a játékban, és egy kamerát tudsz gyakorlatilag mozgatni. Azt láttad, hogy a srác azért kezdett el Minecraft azért, hogy megcsinálja föl teljes mását. Nagyon durva, és már kb. 6-7 éve csinálja. Ja, vágom ezt a projektet, de soha nem tudom, hogy ez még megy-e, még hol tart, lesz-e belőle valami. De akkor elvileg még megy, I guess. Egy az egybe megépítik, nem? Vagy egy a... vagy nem egy az egybe. Vagy egy az egybe. Egy a 100-hoz. Ja, hát amúgy menő. Meg tényleg nagy cucc. Egy-egy az túl nagy le lehet. Nyilván az egy a 100 is az, csak... Tényleg már nagyon-nagyon sok év óta csinálják, én is láttam már. Kicsi, olvastam már kétszer, amit leírtad. Hidd el, látom. Jó, így kell nekünk ide Cable Deep Slate. Akkor ez ide be így, I guess. Az oda, jó. Emeráldból hogy állunk? Mennyi emeráldunk maradt? Hát kevesebb, mint a shulker box. Egy kicsit raid farmolni kéne. Be kéne üzemelni egy kicsit a raid farmunkat amúgy, chat.
picit be kéne üzemelni, mert elfogyott a muníció. Tényleg ez egy az egybe? Na. Ja, valami olyasmi rém lett nekem is. Ott a Gellért hegy is. Majd ránézek én is. Mi ez? Buildtheearth.net. Nice. És arról nincs info, hogy hány százalék... hány százaléka van meg? Jó. Viszek sálkereket a izéhez, nem sokat, egy négyet. A Raid Farmhoz majd. Jó, addig ezeket ide berakom. És akkor először is, amint most megláttam, le kell bontanom a beacont a Moha farmnál. Nem lehet tudni, Szilárd. Nem lehet tudni, mikor lesz. Elvár csak a városok teljes másra hiányzik, ha jól tudom. Hát azért az... Built Team Hungary-ben van 91 member. Komoly. Komoly amúgy. Egyszer ha az kész lesz amúgy, az egyértelműen a világ legnagyobb Minecraft community projektje, I guess. Öt rész van Magyarországról benne, ha jól látom. Én most nem látom. Kastélyos téma lesz majd a Megabase. Ja. Earthmills utal érje 0,000005252%. El vagy örekedve egy kicsit, de picikét. Nem visz. Hát az nagyon kevés százalék, ez most mi? Earthmills utal érje. Van egy olyan probléma, hogy minden YouTube videó, amire rányomok, úgy kezdődik, hogy kicsit a valójában magyar Péter, valaki erre tudja a fixet. What? Headshot City-ben szerintem eddig mindig találtunk legalább Sneak 2-ket, nem? Egy párat. Jó lenne majd. Jó lett az állatkertes vidi, vagy 7-szer megnézted? Örülök, hogy tetszett. Örülök, hogy tetszett. Nice. Vonulni holnap? Nem. Hova? Mert most is az, mert a föld teljes domborzata kész van, már csak városok kellenek. Szentendre van benne, Pécsi TV torony, Kemenes Szentpéter, Rácz gyógyfürdő, Gellért híd, hegy. Aha. Jó, hát itt most csak egy beaconnek van hely. Ezeket az emeráldokat mondjuk ide kivettem, soha nem viszek innen emeráldokat amúgy. Jó. És akkor hozzuk még el a vasakat a vasfarmból, mert ott telítődtek. Csesztek.
Jó, kell egy crafting table. Nem lehet olyan magasra építeni a játékban, hogy a föld domborzatát méretarányosan megcsinálják. What if építési limitet leszedik? Az egy megoldás. Leszedték a limitet a... Az a rész, az a baj, nagy részük elszkipeltet, most ilyen reklámok mennek. Áldom az eget, hogy elő vagyok fizetve YouTube Premiumra, erről a szar politikai propagandáról is hál' Istennek lemaradok. Az a baj, amúgy tök sokszor, hogy még a ízés sem tudja amúgy azt a... tartalomgyártó sem tudja befolyásolni amúgy, hogy milyen reklámok jelennek meg az ő videója alatt. Tehát én, hogyha én nem tök jó lenne, hogy én beállíthatnám azt, hogy mondjuk politikai célú hirdetések ne jelenjenek meg mondjuk az én videóim alatt. Az egy tök jó, és szerintem tök fair dolog lenne, de ilyenre nincs lehetőség. Jól vagyok, Bence, kösz szépen, egy kicsit ilyen megfázósan, de amúgy, ahogy minden rendben van. Jó, ezt itt leürítettük. Cool. Hogy állunk, várjál, ebben még akkor nem is gyűlik, igen. Illetve, hogy állunk pipacsokkal? Hát egész jól. Piros festékünk már van, kettő sákerboxi majdnem. Nice. Ja, tévében se, persze. Difficult Game About Climbing nevű játékról? Láttam róla valamit, nagyon hasonlított rá. És hát nagyon hasonlít így ránézésre az izére. Getting Over It-re. Jó. Ezzel megvónánk, akkor viszek ágyakat a faluba, aztán... aztán örüljenek a fejüknek. Mennyit vigyek? Nem tudom, csak egy stackből. Nether Hub-ba lehetne a lila rész alatt sok blokkal láva és lilövegek felett nagyon jól néz neki. Biztosan így van. Biztosan így van, a pályádon csinál meg nyugodta. Rédent megyek majd. Kérem el, mondom, kifogyóba vagyunk Emeraldból, basszus. Ez csoróság van, gyerekek, csoróság. Kellett oda még valamit vinnem vissza a faluhoz, az a könyvtár helyére? Nem kellett oda vinnem semmit, ugye, csak ágyakat. Azt hiszem. Visszafelé meg akkor csinálunk egy raidet, I guess. Másik nagy építmény, amit megcsináltak, az a teljes Harry Potter világ. Hát, hogy a kastély és a környéke. Az, ami biztos menő. Amúgy is kell redstone meg a BSS 2 az egyben. Fú, amúgy... Candy, mennyi redstone kell? Mit számoltál? Hát, mennyi redstone kell? Hány sár kell boxni? Nem rémlik. Kb. 3 hete játszok, folyamatosan leesek. DK. Shit. Yes, a megabasehez majd irtózatos fegyiségű redstone fog kelleni. Az automata szortírozó rendszerhez. Főként.
gyerekek, az ott... Az ott halál lesz. Nem építő blokkoknak, hanem szerkezetekhez. Hát főként a szortírozóhoz. 22 shulker boxnyi. 22 shulker boxnyi redstone. Ahogy téged megöllek, úgy döntöttem. Nem vagyok rossz videós. Köszönöm. Köszi. Egyszer kifolyok az ötletekből, nem félek attól. Nem, mert akkor kezdek majd egy új pályát. De jó sem, anyád. Csak narancssárga ágyakat akarok itt. Ej. Minek kell ennyi ágy, csak hogy legyen. Hát ide lentre. Hát rakok ide is egy fene ebbe a házba is. Ezen nem újjon. Egy. Jó. És akkor most akkor kiszabadíthatjuk ide a falusikat. Reméljük ide jönnek ebbe az irányba. Bízunk benne. Aztán, hogyha nem, akkor... akkor szomorúak leszünk. Budakastinál még egy vizergép is van. Ez kom. Hát Shirley-zé irányába indulnak el, nem? Falu irányába. Elég messze vannak az ágyak, szóval azokat szerintem el fog tartani, mire észreveszik, de... Figyelj! A lehetőség megvan. Nem tudom, néző rekord mennyi volt, még a sorozat elején. Ez 1500, vagy nem is tudom ma körül. 3300. Tényleg annyian itt voltak az elején? Komoly. Komoly. Ja, eridjetek visszafelé, srácok. Eridjetek! Az egér középső gombját, ami általában a görgő, azt nyomtam meg. Akkor veszed elő azt az itemet, amire nézel. Ja. Jó, akkor ez már nem kell. Jó. Oké, falusikat kiszabadítottuk. A breeder most le van állítva, szóval... Szóval itt most nem lesz új falusi. Jó, akkor menjünk egyet a stacking raid farmunkhoz. Szerintem nyomjunk le egy jó kis raidet, mit szóltok. Kell az emerald. Hú, ott ahhoz kell az autóklikker. És azt mennyire kellett állítani?
Mennyi volt? Az másfél szek, ugye? Azt hiszem másfél szek. Elmogó, köszi szépen a 10 bitet. Kösz a szurkolást. Mindjárt jövünk ide Benó menni, csak megnézem, hogy minden rendben van-e. Yes, this is stacking rate farm. Ki kell használnunk, mert 1.21-ben már gatya lesz. És amúgy most már haló. Most már frissítetek 1.20.4-re, ugye? Aztán végre frissítetek 1.20.4-re. Na van majdnem egy kétharmad shulkerboxnyi redstone-unk. Hú, mennyi cukrunk van, azt a betyárját. Meg üvegcsék vannak itt, botok, totemek. Teli shulkerboxos cuccok itt most még nincsenek. Balkáni szerető, köszi szépen neked a 100 bitet. Köszi a szurkolást neked is. Eddig még nem frissítettél, falusink miatt leginkább. jó. Akkor hozzuk a Barrowman-t, az pörögjön. Pörögjön. Csak... akkor megnézem, hogy az autoklikkerem még le van-e töltve, mert az viszont kell. Nem biztos. Addig hallgassátok ezt a szuper beatet, de le van töltve, nagyon jó. És akkor 1500 millisekundomonként szeretném, hogy a csapkonna. Oké. Peregjem. Christine Trial Chambers looting. Bro. Az... egy, az még... nem. Az 1.21-es update. Az izébe be tudod kapcsolni azt a experimentekbe, de az nem 1.20.4-es. Na, ott már jön is egy kapitány. Nem a Frostwalkeres van. Nem. Sima. A Frostwalkereset csak akkor használom, hogyha magmával építünk. Például. Játjó, 21-ben bejött a krumpli dimenzió. Hát nem, az egy April Fool's joke. Csánnánk pedig, hogy Hellsmith Snake-et szedünk ki egy City-ből. De ma még elmenni egy első City-t keresni? I don't know, man. Micsoda? Hát az április elsői tréfa, NMDX a potétó... világ. Dimenzió. Most miért nem jön fel a kapitány? Előbb ott láttam lent. Hát gyere már. Na végre. Oké, van egy egyes bedó menünk. 1.21-ben csak a kutyák jönnek be. Nem! Srácok, annyit kevertek össze-vissza. Miért nem olvassátok el az információkat? Működik-e majd a rét farm? Hát azt szerintem, mikor építettük, predisztük, nem? De hát most nyilván nem fogjuk. Ami eddig snapshotokba jött, igen, azok közül minden fog jönni. A Master Volume-ot lehozzuk szerintem egy ilyen 4%-ra, szerintem elég lesz.
És szar sajna, mert már voltak ott izék fent, csibészek, és így nem hiszem, hogy így fog indulni. Nem hiszem, hogy stackelőni fog így a raid. Szerintem most fejeztem be ezt a raidet, és szerintem nem fog jönni következő hullám, szóval visszamegyünk még egy bedómenért. De jönnek. Stackelődik. Jó, akkor nem szóltam. Crafteren kívül minden trash. Azért ezt én így nem jelenteném ki amúgy. A craftert várom én is a legjobban. Kösz, Boki! Hát nem tudom, mennyit kell itt afkolnunk ahhoz, hogy egy két shulkerboxnyi emerald jöjjön, de azért egy két shulkerboxnyi emeraldot szedjünk össze. Szóval most kezdtük el, nem tudom, kb. 22-kor. Hát egy 35-ig azért minimum legyünk itt, nem chat? Közben dumálunk, nézzük, hogy hullanak ezek a csipészek. Megy a gitárszóló. Kutyákat várod te a legjobban? Na, amúgy... Az a helyzet, hogy amikor meg lehet szavazni ugye az, hogy a... Mi a tököm? A rák helyett a armadilló legyen. Én, meg még sokan ki voltunk akadva, hogy mi a szarnak, ki a tököm használ ilyeneket. De aztán az a nagy harci helyzet, hogy amúgy akik így nagyon ilyen casualben játszanak a játékkal, és ezt nem így nem lenézően akarom mondani, nehogy azt higgyétek, de tényleg nagyon, szerintem a player base-nek a nagy része a Minecrafton belül, az egyszer tényleg nem akar itt semmi nagyra törő dolgot, egyszerűen ő azt akarja, hogy a kutyájának legyen egy szép kis páncélja, és akkor eljátszik vele. És ez tök király. És én ezt belenyugodtam, és megértem. És tökre megértem. Ja, attól függetlenül, hogy a rák lett volna az egyetlen értelmes a mi szempontunkból, de mindegy. A rák az azt tudta volna, hogy több blokkra is elér a kezed, mert nem tudom, felveszel egy ollót, egy rák ollót a kezedbe, és akkor mit tudom én, nem 4 blokkig ér el a kezed, hanem 6, vagy mit tudom én. Az építésnél az akkor egy help, akkora help lett volna. Akkor elpett volna. Sokat jelentett volna nagyon. Akkor van No City. I don't know, man, I don't know. Harmadik jelent, mi is volt a pingvin? Ja. Azzal gyorsabban utaztál volna valahol? Valamin? Mi volt az? Nem tudok már fejebb görgetni. Gruti, leírod még egyszer? Léci. F3B a hitboxok. Nem páncél. Ja, tudom, Kroszki, hogy most te a különböző szintű színű farkasokra gondoltál. Vágom. Vágom. Csak erről jutott eszembe, amit mondtam. Ha jó lett volna gyorsabb a pingvintől, ha? Amúgy így MC-s dolgokkal kapcsolatban az nekem a kérdés, hogy a bundle-en mi lett, ami még 1.17-ben akarták behozni? Ja, az a izé, zsák? Vagy mi az Isten? Nem vágom, mi van azzal amúgy. Még nincsen implementálva még. More mennyi esik, ugye? Ez a stacking rate farm 1.21-től ez nem fog ilyen jól működni. Ez máshogy fog működni. Valószínűleg át kell építenünk. Sőt, biztosan át kell építenünk. Hát nem tudom. Kíváncsi leszek
Nem kell szabolni, mert most... Akkor nem inna senki. Zsákról már lemondtam, pedig játék elén tök jó lenne. Amúgy... Én egy hátitáskát vagy valami hasonlót én is adnék. Hogy egyszerűen több inventory slotod legyen. Mondjuk egy plusz 9 inventory slot. Hogyha elitra helyett az van rajtad mondjuk. Szerintem az tök király lenne. Nem tudom, hogy a zsák az ugyanezt csinálta-e volna, vagy nem hasonló. Nem, mert a zsákot is le kellett tenni az, hogy hozzáférjé, vagy mi... Nem is tudom már mi volt vele. Igen, az izékkel be lehet hozni, hogyha bekapcsolod az experimenteket, igen, akkor be tudod rakni a Minecraftba, de... Valami miatt még mindig nincs benne, pedig azért tényleg azóta már eltelt pár update. De mi lehet az oka amúgy? Hogy azt úgy ilyen félbehagyták, vagy nem is tudom. Remélem, hogy a sárkány is bugot nem javítják ki. Tényleg! Még juttassátok eszembe, ma még el kéne mennünk az állatkert projekthez megnézni, hogy mennyit shiftelődött a sárkány. Ez jó lenne egy kicsit visszább kergetni, hogyha el van shiftelődve. Na most itt 10 perc, megvan a 7 óra afból. Yes! Valami most mit számoltak enni, valami 7 órát kell itt afkolnom ahhoz, hogy a 20, nem tudom hány shulkerboxnyi, 22 shulkerboxnyi redstone meglegyen. Az a baj, hogy nem biztonságos afkolni raid farmoknál, az egy baj van. Nem szeretnék több videót kirakni, mert nem mindig vagyok streamen, és nem szeretnék lemaradni a hardcore-ról. Az életem kívánság műsor, sajna ez ilyen. Sajna ez ilyen. Na már csak 200 kácsatorna pont kell a VIP-hez. Úton vagy, úton vagy, Timtom jó az. Zsákot nézd lecraftolni, mert nyúlbőr kell hozzá, amit játék elején nehéz beszerezni. Nyúlbőrt. Hát hány százalékkal dobja a nyúlbőrt? Looting nélkül. Villager trading. Villager tradinggel gyorsabb, ugye Kenny azt hiszem azt számoltam. De gondolom nem vodokra gondolt, hanem vágott videókra, I guess. Zsákban 64 dolog fér el. De elkapni a nyulat is nehéz. Hát azért nem olyan nehéz az. PvP. PvP-ztek. Nightbot 19 hónapja előfizető. Amit tényleg a Nightbotnak megint van szábja. De hogyan? Ja, örök szábja van, persze. Örök szábja van a Nightbotnak. Meg azt néztem, hogy ezért nem működik a Lucky szolgája. Lelépett a pali, kiszabadult szerintem, megpróbálom majd visszarakni. Egy olyan kéne, hogy te is Gruti VS Mikica is én. Mindig 2v2 PvP? Soha nem PvP-ztem. Nem tudom, hogy előrébb lesztek-e velem. Guns N' Roses viszont tavaly nyáron voltam, nem. Nem, és most ACDC-re sem megyek Bécsbe, meg azt hiszem Pozsonyba is lesz. Nem. Mi az a PvP? Player versus player. Ütögetik egymást. És aki nyer? Az nyer, aki később hal meg. Mi is most kezdtük, aha. Most kezdtetek el gyakorolni. Miért hallak meg?
Hát ütöm a izét, armor standet, az meg kivetíti a hitet. Szerelőre hogyan lehet fellépni? Mire gondolsz, uralgag? Mert nincs a Minecraft szerverem. Ha Discordra, akkor discord.gg per lucky. Miért farmolsz? Meg kellene itemek. Régen volt PvP videóm. Nekem PvP videóm. Azt küld már el. Én arra nem emlékszem. Régen nem volt, de volt egy SMP, ment egy ideig, de már nagyon-nagyon-nagyon régóta nincsen. Igen. Ment egy ideig, aztán én sem csináltam róla se streameket, se videókat, és így azért elhalt elég hamar. Az SMP, nem raktam bele az órákat, amiket kellett volna. Nekem is kellett volna vele foglalkoznom többet, és akkor még élt volna valószínűleg. De ja. Cső, Patrik, neked is. Ja, volt régen az az SMP, Lucky SMP. Arról fel van egy VOD stream, azt hiszem egy. Kettő is volt, de a másodikat hamarabb hagytam, mert úgy fájt a fejem, hogy nem bírtam ott lenni. Azt hiszem, az fel se került a VOD csatornára. Olyasmi volt, mint a Skype PvP, csak nem szigeteken, hanem a rendes egybefüggő mapon harcoltál emberekkel. Én nekem PvP-s videóm. Mester MC-n játszottam ilyeneket, de ott csak ilyen TNT ránok, meg ilyen szar minigémeket nyomtam. Meg izé volt, ami picit hasonlít a PvP-re, amikor le kellett lőni az impostort. De az se PvP volt. Hunger Games. Tényleg? Volt Hunger Games videóm. Az PvP. Végül is az PvP. Na. Én PvP-ztem egy órát, gyerekek. A Murder Mystery, igen, azt játszottam. Meg volt Hunger Games is. Tényleg. Mesterem célról csináltam pár Hunger Games videót, nem sokat. Egy-kettőt. Valóban volt ilyen. Ha 35 van, jaja. Jók is voltak. Nem emlékszem, passzus. Ha most nem írod le, soha nem jutott volna eszembe szerintem. A Hunger Games-es mesteremcés témák. Kajak, az volt hú, de nagyon szerettem, kb. Az összeset láttam. Azért durva, hogy jobban emlékszünk pár a videóidra, mint te magad, hát persze. Hát alul millió olyan, jó millió, nem. Több száz olyan videón van, amire full nem emlékszem, és hogyha valaki nem emlékeztetne rá... Sőt, mondom, olyan is valaki, amire emlékeztetnek, és... És még úgy sem rémlik. Még olyan is van. Szasz lézerharcos, szervusz. Miért ez a telkijavásra emlékszel? Vajon miért? Vajon miért? Hogy az mennyi emberhez eljutott és mennyi embernek égett be a retinájába az a videó? Hihetetlen. Live stream után? PvP-zni? Nem. Nincs kedvem. Ja. Szerintem majd, nem tudom, megfilmezni vagy kodozni. Finom volt? Finom volt, semmi baj nem volt a tejjel, csak a gyomor kapacitás megtellett, tudod? És akkor az a reakciója az emberi szervezetnek, hogy akkor ürít.
És ez egy ennyi, ilyen egyszerű történet. A maradékot utána megittam. Érted? Ebben a farmban mindent kapsz XP-t, ott nem. Top 1 farm. Ez amúgy a stacking rate farm az egyik legopibb. Kardosban szarok vagyok, a baltásban nagyon sokat fejlődtünk. Ja, ez a kettőfajta PvP van tényleg. Ja, ez a stacking rate farm, ez egy nagyon OP farm. Tényleg, Emeraldra, totemre nagyon jó. A mellék termékei meg, az még egy ilyen hasznos jó, de azokra nem olyan nagyon jó. Szóval Redstone-ból azért nem jön olyan elképesztően nagy mennyiség, Gunpowder-ből sem, de azért jön. Simán megcsinálom, csak drága a tej. Né. Megvannak a faluska. Már nincs ott a kép. Hogy működik ez a farm? Hát valami ősvi az alapja. Raid farm. Tehát ugye... Ide jössz egy bedomennel, és akkor jön egy raid. És akkor ugye... Gyakorlatilag... Folyamatosan ölöd a... Csibészeket. Estek le a raidből az emberek. De ez egy stacking raid farm, ami azt jelenti, hogy egy időben... Több... raid is. Le tud esni hozzád, mert azt hiszem három falusi van, vagy négy. Négy falusi van, és akkor mindegyik elindít egy külön raidet, és akkor így egyszerre jönnek egymás után. És így elképesztő nagy a lootja. Valami ilyesmi a lényege. Milyen fajta bombmill farmod van a mosszon kívül? Hát... Truk bombmill channel rengeteg csontból a Wither Skeleton Skull farmnál. A répa farmunk ugye a bázis alatt át van alakítva jelenleg bone mill farmá, egy komposzteren átmennek a répák, ennyi. Vas farm is meg így volt megcsinálva egy ideig, de most nem ilyen. Honnan jön még bone millünk, ennyi? Láttam a zenekiváltás, dium dizsum zene? ez mit jelent, Soja? Tudnál-e egy kicsit pontosítani? A félszíves sorozat, srácok. Amíg vágtam az állatkert projekt videót, addig hozzá sem nyúltam. Heteken keresztül vágtam így is, nem volt semmilyen más videóhoz sem időm, sem kedvem csinálni. Most szar a hangom, beteg vagyok, így nem veszek fel. Lesz majd, srácok, lesz majd. Nyugi van. Most miért és meddig afkolsz? Azért, mert szeretnék, addig, amíg szeretnék. Hogyan halnak meg? Ütök karddal, és a... Vannak alattam izék, armor standek. Azoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy megnöveli a hatótávolságot, ahogy ütsz. De már hogy nem ismered. Ja, hogy ez a címe a számnak, hogy Dium Dishum zene? Azt hiszem már egyszer kiváltották, akkor így már rémlik. Azt hiszem, így már rémlik. Na, 42-ig várok, akkor lesz 20 perc, izé. Akkor lesz 20 perc off, ugye? Aztán akkor izé, megnézzük, hogy mi a termés. Am I living under a rock? Aztán múltkor is már kiváltották, de most nem tudom megnézni, az a baj, nem akarok itt kialtabolni. Be tudom, szerintetek rakni telóról? Szerintem igen. Dium. Nincs ilyen, tényleg. Soja vagy sajó? Soja? Milyen, mi az a számnak a cím, amit szeretnél meghallgatni? Leírod? Légy szíves. 42 van, jaja, menek. Na, jó copyrightost, minden copyrightos zene, ami itt vagy kb. Ja.
Első videó, amit láttam, hogy FIFA 15 volt. És szerintem akkor kezdettél el érdekelni a... Téged akkor kezdett el érdekelni a foci? Lehet. Most én nem tudom. Bang. Jó. Szevasztok, csibészek. Elrepülök jó messze. Jó. Figyelj, hogyha nem ír a 45-ig semmit, akkor Dani majd visszaadod a pontokat neki. De addig azért várjunk. Vagy lehet, hogy izé amúgy. Még nem volt be, nem követett be, és a 10 perc még nem telt le, vagy nem tudom. Ja, hát valami technóra gondol, persze a diumdisum, tudom mit, mi az, de most érted, most... Na. Kiváltani se tudná, akkor nem tudom, hogy működik. Na, nézzük, jött Emerald? Jött, jó van, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shulkerboxi Emeraldunk van. Cool. Nagyon jó. Nem sokára kifittyen innen majd a... Izé is, a Gunpowder, már csak azt hiszem ennek a hoppernek kell feltöltenie, vagy még a droppernek is, nem tudom. De másból amúgy úgy nem jött. Bot. Abból már van. Jó. Oké, itt akkor meg vagyunk. Fajna setupod? Köszönöm. Van benne. Van benne egy kis... energia meg pénz. Mi dob botot? Hát a... Witch. Ugye? Nem követi, de 7500 pont. Jó, pontokat így is kap. Tényleg nem követi. Na, akkor ezért nem tud írni. Követ, teki. Visszaadtad neki, köszi. Neked is szép hétvégét, Csabi. Let's go. Heaven, this could be hell. Ja, állatkertbe elmegyünk. Ránézek a sárkányra. Rácsekolok a sarira. Hát az Omnus bannert azt elrakjuk. Hát rakjuk el most. Veszteni nem vesztünk vele semmit. Such a lovely place. Jó, akkor hát nem tudom, a Shulkerboxit kipakolok minimum a chestbe. Így. És akkor a többi pedig jöhet így le. Shulkerbox formájában. Jó van. Csórok voltunk. Egy fél órája srácok, de most már rohadt gazdagok vagyunk. Most már rohadt gazdagok vagyunk. Cool. Cool, cool, cool. Ó. Oh. Most jutott eszembe, még mielőtt elmennénk. Fel kell címkézni amúgy a item frame-ekkel. 1, 2, 3, hát viszem az összeset. A moha farmnál a cuccokat. Mindig be van töltve a csánk, hát egy 3x3-as csánk körül igen, de elshiftelődhet a sárkány sajna. Igen, végeztem a falusikkal. Meccsen voltam 2 gól és egy sárga 10 per, a meccs szerint egy cső. Abból értékeljek egy foci meccset, hogy 2 gól volt rajta, meg egy sárga lap? Nem tudok itt zacskó-tacskó. Ez nem így működik sajna.
Bang, amúgy. Shit. Figyelj, akkor azt csináljuk. Glove item frame-mel rakjuk fel a... Azt akarom csinálni, hogy fel tudjam tenni... Hogy ide felteszem a cuccokat, tudod, hogy mi van alatta, mi van benne. Világítsom, vagy ne világítsom. Ja, én jó voltam ezek alapján. Hát figyelj, ha rúgtál 2 gólt, valószínűleg nem voltál rossz. Gratulál. Hát, na itt most hova tegyem az item frame-en? Hát teszem mindegyiknek akkor a bal oldalára. És akkor így jó lesz. Ott van a shulker box. Ott abban moha, meg abból is moha, azt kéne majd oda tenni. Középre. Akkor 4-et csinálok még. És akkor ezeket így felcímkézzük, hogy moszkárpit. Fú, a moszkárpit, de rossz. Mindegy. Ebbe van az eleje. Mondjuk ezt címkészhetném felett, és mindegy, jó lesz ez így. Flowering az eleje. És a végén pedig bone meal. Még egy mosszot hozni kéne. Hát, csalunk. Csalunk. Sutty. Ship. Ship. Mikor csináltam moha farmon? Nézd vissza a vodokat. Nem rég. 2 hete? Mézes fal menő? Jó, amúgy, cuki. Sör hova tűnt? Dolgozik az öreg. Dolgozik. Na, elmenjünk akkor még a izéhez. Állatkerthez. Megnézzük a sarit. Hogyha elshiftelődött, akkor helyére kell tolni. De, hát majd mindjárt meglátjuk, hogy merre mentek. Ja, F3G-vel tudod megnézni a csánkokat. Hétfőn City lootolás? Nem tudom, mert... Hát jó, mondjuk az lenne a logikus, hogy akkor még a könyvekkel foglalkozunk, és hogy megjelen minden könyv. És akkor... ja. Lehet, meglátjuk. Köszi, Vanger. Ja, kicsit megfáztam, semmi. De semmi extra. Semmi extra. Fel kellett ugye a projekt, Peti. Igazából. Ott le van írva nagyjából, mi a helyzet. De lesz FIFA. Most nincsen, hogy... Hoppá. Ha egyszer majd lesz a jövőben, akkor majd a YouTube csatornámon meglátod. Na, de rég voltunk itt amúgy. Ja, meg amúgy azt vettem észre. Aha, azt a... Az a piros bá... Piros? Barna bárán ki van szökve. Vissza kéne tolni. Ericsson. Nincs ám lead, az a baj. Mindegy, jó helyen van. Balázs. Szervusz. Jó, olyan sokat nem shiftelődött. Így mondjuk elég közel van ezekhez a hegyekhez, nem? Na, akkor vissza kell rakni. Megpróbáljuk kibeloggolással visszarakni. És azt úgy fogjuk megcsinálni, hogy amikor közel van ahhoz a részhez, akkor nyomunk egy kilogost és egy belogot.
új mobokat? Hát, meglátjuk, ez kettől függ meg hasonlóktól majd. Majd, hogyha lesznek új mobok, majd visszatérünk rá. Ez már egész jó, amúgy egy Grilloktól egész jó lett. Várjál, melyik az a csánk? Azt hiszem ez az a csánk, amiben kéne amúgy leginkább visszahozni. Hát valahol, nem tudom, próbáljuk meg itt. Ja, nem tudom. Én rámutom én is a FIFA-ra. Hát ez amúgy jobbrább lehetne tolni, de most a célnak ez megfelel. Célnak ez megfelel. Ide ilyen 10 részenként vissza kell majd jönni, aztán kicsit így vissza logoltatni a csávót nagyjából a sziget fölé. De megoldottuk. Most ezt megoldottuk egyelőre. Aha, rombolni tud a sárkát. Tehát hogyha annyira elsívtelődne, hogy mondj, most meg majd elmenj megint balra. Várjál. Hogyha annyira elsívtelő, hogyha útjába kerül valamilyen blokk, azt lerombolja. Igen. Tehát ezt a hegynek ezt a részét le tudná rombolni, várjál. Arra shiftelődik. Hát ezeknek a jeges csúcsoknak a tetejét le tudná rombolni. Köszi, Nanulu. Ja, ezeket itt szét tudja rombolni. Elszökik? Elszökni nem tud, ezt tudja csinálni, mint most is láttunk, hogy eltolódik. Kibelépéssel vissza tudom nagyjából rakni, meg én, hogyha másik irányba menne el nagyon, akkor pisztolokkal visszatoljuk, érted? Szóval nagy baj nem lehet soha. Most itt jó helyen van. Most itt jó helyen van az öreg. Lefelé össze viszont nem. Ez nulla-nulla irány... Nulla-nulla irányába shiftelődik vissza. Nagy szumi lesz, egyszer elfelejtem, miért? 15 jégblokkot vissza tudok tenni szerintem. Az endben ott van egy másik sárkány, ja. Ott van egy lefagyasztott sárkány, azt megölhetjük, meg eltolhatjuk, hogyha akarjuk. Befejezted a bázisod alját a jobb oldalon? Biztos. Nem tervezek 300 része semmit. Nem. Azt majd le kéne falazni itt a hátulján, nem? Akkor mész a bázisba, ott jobb oldalon mi van, mert én még nem láttam, megmutatod? Jobb oldalt... Mire gond? Melyik jobb oldalt? A bázis felé nézek, jobb oldalt? Hát csak egy tök és dinnye farm. Nem tudom, hogy arra gondolsz-e. Vagányul nézott ki az a sárkány? Hát ezt be kell vallani, valóban nekem is tetszik. Gyorsan feljövítem a cuccaimat. Ben, mondja, mert mindig bal oldal lépcsőn mész fel. Ja. Semmi extra nincs ott, de megmutatom. Meg a base-ről lehet tudni plusz infót. Hát plusz infót, mire vagy kíváncsi? Candy elkezdte a tervezését. Tervezés első fázisában van a dolog. Periméterben lesz kastélyszerű. Lesz benne automata sorting system, lesznek benne autocrafter területek, lesznek benne automata sütőrendszer, lesz benne sok-sok minden. Ja. Hol lesz pölő? Egy Dark Forestben, egy Stronghold fölött.
Vicces lesz a periméter. Nem lesz olyan rossz amúgy, mert nem fogjuk úgy megcsinálni, hogy egyenes legyen az oldala, szóval nem kell leásnunk körbe a szélén, egy blokk szélesen a bedrockig. Egyszerűen csak elindítom a TNT erélyeket, vagy word eater-t, vagy nem tudom valamint, hogy elindítunk, aztán szavasz. Ezzel meg vagyunk. Videre, Mizu? Hát csak megvan. Nem nézzük most meg. Full átlagos lesz, yes. És lesz benne rózsaszín blokk. Sokféle blokk lesz benne, abban is biztos vagy benne. Szerintem, ha meghalsz azon a pályán, sírva fakadsz. Nem vagyok egy nagy érzelgős típus. Nem hiszem. Ha! Rip, ez ennyi volt. Se van, srácok, majd jön a következő. Mennyire menne el a kedvem a játéktól, ha itt meghalnék? Szerintem sem ennyire. Jobb oldalt van egy ilyen kis ilyen csantolós szoba. Vannak hatalmas nagy chestek. Egy festmény. Itt van Bözsinek a lakrésze. Meg Lóckánynek, meg Dinnerbone-nak. Itt van egy Rambo. Vannak az eléjeim. Én fogok sírva fogadni, ha meg a vészelőt hal meg, de akkor ezt mindig lehet majd mondani, érted? Mert akkor eddig az volt, hogy az állatkert projekt közben, hogyha meghalok, akkor most majd a megavész. Amíg nem kezdtem bele a megavészbe, bro, azt hittem, hadd titkosszom a festmény mögött. Hát tényleg megnéztem. A megavészbe az a jó, hogy még nem kezdtem bele a pályám, addig meghalhatok. Addig meghalhatok. Azt találjuk is, srácok, hogy ezekkel mi legyen. Ezekkel a falusikkal mi legyen, mert a könyvtár projekt után én nem akarom, hogy itt legyenek. De nem a... Dik, ez egy könyvet dobott. De nem az, hogy mi legyen, megöljük őket, ok. De mi legyen itt a helyén? Arra gondoltam. Bocsánat, így fogalmaznék. Mi legyen itt a helyükön? Mit rakjunk ide? Akkor is van bár medde 10 óra, oké, de azt meg tudom építeni majd, hogyha meghalnék a következő pályán, tudod. Falasz be a szoszi. Hát az a könnyű megoldás, igen. Felsvéret titkos szobával. Ezeknek kéne... Ide kéne leírni a lore-t majd. Ez egy a... nem itt kéne leírni. Mindegy. Ja, itt látom meg amúgy itt van egy akváriumunk. Ez amúgy menő. És még élnek benne delfinek, tényleg. Várj, hány delfin él benne? Itt van egy. Lehet, hogy csak egy. Hát egy biztos. Kettő biztos. Há. Kettő. Kettőt látok. Letöltél majd a mapot? Há, csak a vége a sorozatnak, csak utána. Befalazod, ráírod, hogy in-memoriam, falusiak, dátum. Csáj egy kocsmát, tudom. Ezt meg amúgy frissíteni kéne. Melyik részét kell frissítenünk? Mi van ott az ügy? Ez biz... What?
Ez biztos. Ezt is. Mindet. Hát jól, frissítsük az összeset. Az amúgy, hogy működnek ezek? Mindegy, milyen sorrendben nyomok rá jobb klikket? Ja nem amúgy, ahol vagyok, majd úgy nyomom, az cső. Ja, már látom, hogy hol vagyok rajta. Nem is kell jobb klikkálni. Akkor csak elég átrepülni. Na már elnézzük meg. Aha. Aha, itt most lefrissült. Szép. Jó, itt menjünk a bázis felé. Itt a dinnye és tökfar még nincs benne szerintem. De benne volt. De nem volt benne ez szerintem. Mindegy, le lett ez is frissítve. Jó van. Többi meg mindegy. Többi meg már nincs változás szerintem. Szomnótik a végigjátszásban találkozzál Reaper Leviatánnal? Hát... persze. Gondolom. Az a nagy köcsög, persze. Na most ez lesz jó móka ezeket visszapakolni. Anyád. Nem? Nem. De? Ez van itt. Ez van ott. Ez nem. Ez van ott. Már ezt a jobb alsót csavartam el, nem? De. Éj. Na most már látszik egy zűd fót legalább. Nagyon szép. Nagyon szép. Restaurátornak kéne mennem, hát. Emlékeztek, hogy be voltunk szarva, mert valaki leírta, hogyha ez hozzá ütközik egy falhoz, akkor felrobban. Ekkora kamu volt. Na mindegy, aztán ja, jövő héten majd folytatjuk chat. Next time jövő héten tala. Hétfőn akkor lehet, akkor még begyűjt az a helyzet, hogy akkor lehet, hogy hétfőn még akkor könyveket gyűjtünk, mert hogyha valaki lemaradt volna, belokkoltuk az összes 37 darab enchantot a falusiktól, viszont van kettő olyan, hát hogy mondjam, hasznos enchant, amit falusiktól nem lehet megvenni. Az egyik a Swiftsneak, a másik pedig a Soul Speed. Ezekből lehet, hogy kellene egy kis mennyiségűt a raktárunkra gyűjteni, hogy azért azokat is ki tudjuk venni a könyvtárból. Én, nyilván az nem lesz végtelen sajna, azoknak a száma, de amúgy se fog kelni végtelen, meg hasonlók. De akkor lehet, hogy ezzel fogunk még foglalkozni. Könnyen el tudom én ezt képzelni. Bálint, kedves egészségedre! Ja. Na mindegy, a mai célunkat amúgy tökéletesen teljesítettük, megvan mind a 37 enchant.
Akartam még valamit? Ma olyan nagyon nem, szerintem. Olyan nagyon nem. Ja, fogjuk folytatni. Jövő héten találkozunk, chat. Remélem, jól éreztétek magatokat ezen a kis chilles möcöhöc a streamen. Jó hétvégét kívánok én is mindenkinek. Úgyhogy stream jövő héten, jöjjön mindenki, egyik best sem, másik Ancient City. Soul Speedet azt lehet rédelésből is kapni amúgy. Hülye lennék Bastionbe menni. Azért Bastion kell. Hát majd én azért ezt még majd átgondolom. Vagy meglátjuk, ez már csak részlet kérdés, fiúk, lányok. Ami biztos, hogy jövő héten elindul a következő Win VIP nyerési lehetőségünk. És ja, hétfőn majd indítjuk, és az utána lévő hétfői streamben pedig majd sorsoljuk a dolgokat. Remélem, majd egy jó gyerek nyer. Biztos, hogy jó gyerek nyeri majd. Köszi szépen mindenkinek a mai figyelmet, további szép estét kívánok mindenkinek, jó hétvégét, jó idő lesz elvileg, menjetek a szabadba, nekem is kéne, lehet, hogy fogunk is, meglátjuk. Puszi mindenkinek, jó héten tala, remélem addigra kevesebb takonnyal.